Hivatás és ifjúság Karácsony Sándor szellemében címmel rendezett konferenciát szeptember 21-én a Karácsony Sándor Művelődési Társaság és a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület a Karácsony Sándor Közösségi Házban. Az előadásokat megelőzően Péter Imre, a Karácsony Sándor Művelődési Társaság elnöke köszöntötte az egybegyülteket, majd a Debreceni Pedagógiai Egyesület képviselőjével egyetemben elhelyezték a megemlékezés koszorúit a Karácsony Sándor emlékfal domborműjén. Kedves jelenlévők! Az igazi feladatunk ezen a Földön nem az életpályán megfutása, nem a hajlandók kifejlődése, nem a hivatásunk betöltése, végcsak nem is a kötelességünk teljesítése, hanem küldetésünk hűséges jó végkezvitele. Az ember életpályája állítja sinek közé. Hajlandó hagyja, hivatása húzza, kötelessége viszi előre. Karácsony Sándor 1942-ben írt ezeket a gondolatokat, melyet a mai konferencián feladata eleleníteni, és megvizsgálni, hogy ma ebből a sorokból kik az igazak, mi a mai hivatás és ifjúság kérdésköre, erre szólnak előadóit, akiket szeretnék bemutatni. Első előadó Heltai György professzor emeritus lesz, Vödöllő Szent István Egyetemről. Ő témája van-e leszetelnő, vagy a nemzedék gondolatok Karácsony Sándor barátság szerelem hivatás című könyve alapján. Második előadó Dr. Vince Tamás főiskolai docens, az ő témája a hivatás és ifjúság, egy régi probléma, mai interpretációja Karácsony Sándor szellemében. Harmadik előadom, Vantó József szakgimnázium tanár, Budapestről. Témája a hivatás és ifjúság egy mai szakképzőiskolában. Mielőtt átadnám a szót előadóinknak, szeretném tolmácsolni számos üdvözlő szót, gondolatot. Ma Debrecenben ismét konferencia van, több tagunk, társasági tagunk és ismerősünk. Azon a kis által konferencián vesz részt, amelyet a Debrecen Egyetem tegnap és ma rendez. Dene Tamás üdvözletét küldi, ő egy másik helyszínen tart előadást. Üdvözletét küldi a Magyar Pedagógiai Társaságnak a képviselői is, illetve számos olyan idős beteg tagtársam, aki szeretett volna Földesre eljönni, így Karácsony Sándor lánya is, de a betegségük megálltott ebbe. Innen gondolunk rájuk és jó egészséget kívánok. Megnyitom a konferenciánkat. Elsőként Heltai György, professzor emeritus, a Gödöllői Szent István Egyetem oktatója tartott előadást, Van-e, lesz-e felnőtt magyar nemzedék címmel. Tisztelt egybegyűltek, kedves barátaim, mondhatom ezt. Eléggé, villámcsapásként ért Péter Imre felkérése. Remélem ugyan, hogy Karácsony Sándor nekem keresztapám volt, és tanár is lettem, de én a világéletemben humántudományokkal foglalkoztam, kémiából voltam aktív pályámon, mindenféle, amit kellett ott előadni általában. Ma már ezekkel a szokásos segédeszközökkel, én úgy is hívom, hogy agyprotézis, ilyen vetítő és egyebek szoktunk, ami olyan a hallgatóság számára, mintha tévét néznének, általában el is felépik, mihez vége a műsornak. Éppen ezért úgy döntöttem, és megfogadva bátyám eltegyünk most tanácsát, hogy ezúttal mellőzöm az ilyen eszközöket, és fölolvasom azt, amit megkészültem. Talán időnként ki is hagyok belőle olyat, ami majd esetleg megjelenhet a kiadványban. De minden esetre vegyék a számításba, hogy én nem vagyok neveléstudományi szakember, ugyanakkor hát magam is szülő, sőt nagyszülő vagyok, és hát a pályámat nagy részt egyetemen töltöttem, egyetemi ifjúsággal foglalkoztam. Tehát amikor nekiváltok ennek a témának, akkor elsősorban ezeknek a tapasztalatoknak a fényében foglalkozom azzal,
amit Karácsony Sándor 1938-ban és 42-ben megjelent ifjaknak szóló tanulmányaiban foglalkozott a felnőtté válás kérdéseivel, a barátság, szerelem, hivatás problémáival. 2000-ben a Csökmei Kör ezeket a tanulmányokat adta ki ebben a kis füzetbe egybegyűjtve, és én is ebből készültem bőszen, bár meg kell mondanom, hogy ifjú koromban magamnak is édesapám kezembe adta, és hát e szerint indultam az életnek. Időnként vettem is használt, mind a pályaválasztás, mind pedig a párválasztás kérdéseimben, ezt úgy végig gondoljuk. De hogy ilyennek a könyvnek a mondani valója, Péter Imre már majdnem mindent elmondott az elején, de a kiadó az előszavában összefoglalta ennek a kis könyvecskének a mondani valóját, és ezt azért érdemes idézni, mert nagyon tömör és a dolog lényegét elmondja. Az a felnőtt ember, aki személyiségének értékeit meg tudja osztani másokkal, adni tud a másik embernek. A felnőtté érésnek három egymást követő stációja a barátság, a szerelem és a hivatás. A kisgyermek a család védőburkában élve mindig csak kap másoktól. Saját tevékenységének minden fajtája és csupán önmaga testi-lelki gyarapodását szolgálja. A kölcsönösen a növőfélben lévő ember úgy közeledik fokozatosan a felnőtt állapothoz, hogy tartós, kölcsönösen gyümölcsöző kapcsolatot tud teremteni, előbb a vele egy hívásúakkal, azután serdülőkorában a másik emberiekkel, majd ifjú korában megtalálja a leendő helyét a társadalom egészében. Ebben a könyvben egy személyiségfejlődési modell vázol föl Karácsony Sándor, de ez keresztény alapállású, és hát ezt vegyük figyelembe, amikor ma is forgatjuk. A saját testi rivoltunkon indul ki, és azután ezeken a fokozatokon keresztül a másik ember felé fordulás, a barátság, a szerelem, majd a hivatás felismerése után valósul meg. És ha mindezt Isten törvényeihez viszonyítjuk, és a krisztusi kegyelmet elfogadjuk, akkor lehetünk teljesen felnőttek, és küldetésünket is fölismerhetjük, elfogadhatjuk. Onnantól kezdve azt tehetjük, amit hogy mondjam, ez a megtérés után, ahogy Pál apostol is nem tudott más tenni a damaszkuszi út után, mint amit Jézus Krisztus neki tanácsolt, amit tetszik, ez vezette. De a barátság és szerelem ma is érvényes erkölcsi normáit és a bibliai példákkal szemléltetik Karácsony Sándor. Dávid és Jonatán barátságát a Bibliában, hogy milyen az igazi barátság, és az énekek éneke szól a szerelmeseknek, szóló, hogy mondjam, életszabályokról. De azután a kötelesség elfogadása és az isteni küldetés elfogadására Pál apostol idézi a művét. Nagyon érdekes, hogy ezt a személyiségfejlődési modellt a modern pszichoszociális fejlődés elmélet is megfogalmazta. Egy Erikson nevű kiváló tudós legalább 10 évvel Karácsony Sándor műveinek megjelenése után felvázolja, hogy 8 különböző szakasz van a csecsemőkortól kezdve egészen a későbbiekkor itt az emberi fejlődésben, és minden egyes szakasz során az ember új kihívásokkal szembesül. Ez tulajdonképpen az, amit Karácsony Sándor a másik ember felé fordulásnak nevez, de ezt Erikson szépen ilyen tudományosan fogalmazza meg. És hát a Karácsony Sándor azonban
lényegesen tovább megy, mert a végén ott van, hogy a küldetés elfogadása, az örök értékek felismerése teszi lehetővé a felnőtté válást, az admitudás, az együttműködés az emberek között, tehát az emberi társadalom normális működését. Ezeknek az útmutatásoknak az érvényességét próbálom én néhány területen áttekinteni, mai viszonyunkra figyelembe véve, meg saját szülői, nagyszülői, egyetemi oktatói tapasztalatai alapján. Úgyhogy az első ilyen terület, amivel foglalkoznék, az a család, gyermekkor, barátság. Hát Karácsony Sándor is ezzel kezdi a művében, és hát tulajdonképpen az akkor még általánosnak tekinthető keresztény család tagjaival sorba beszélt édesanyám, édesapám, testvéreim, és utána fölveszi a kérdést, milyen nem lehetnek ők a barátaim. Ez ugye a ifjú emberként megszól. Ugye beszélsz ez azzal, hogy a némely leány gyermekek szívesen vagyok. Nekem a legjobb barátnőm az anyukám. Hát szóval a Karácsony Sándor azért azt mondja, a család nem a másik ember, az én vagyok. Tehát ott nem tudok megtanulni az adni tudást, elfogadást. És hát ezért kell először, és itt szemben a hajhivatokkal azt kell mondanom, hogy az azonos nevű embernek barátkozni egymással, ami már nem a család. Hát hogy állunk ezzel a kérdéssel ma? Miért olyan fontos a családvédelmi akció? Amikor készültem előadásra, úgy laposztam a számítógépen, minden hírportálon fölugrott, hogy érvényre lépett ugye, a családvédelmi törvény. Rendkívül fontos. Hát miért olyan fontos ez van? Nálunk első a gyermek. Hát azért van, mert bajban vagyunk még mi is. Minden erőfeszítés ellenére, persze már nem a 70 év fölöttieknek kellene tenni. Fogy a népesség, és hát elég sok bajunk a családokkal, az elmúlt évtizedekben. Szóval anélkül, hogy statisztikákat idéznék, elmondhatjuk, hogy az a családmodell, amit még Sándor Bárgyák adottnak vesz, ma nem általános érvényű. Nem járunk messze az igazságtól, ha fölvételezzük, hogy ma igen nagy arány képviselnek az elvált, újraházasodott, egyszülős és mozaik családok, és a keresztény életforma is átalakult háttérbe szorul. Itt azután a írásbeli munkában idézem Fábián Bertalan gimnáziumi igazgató levelét, aki kérésemre az iskolájába járó gyermekek családi hátterében adott valamilyen véleményt. Ezt azért minden olvasom föl, de a lényeg az, hogy az iskola nem szerezhet a tudomást az adatvédelmi törvény ismeretében a gyermekek családi hátteréről, de azért érdekes módon például főleg a nyelvórákon, ahol a gyermekek idegen nyelven csak azt tudják elmondani, ami valóban van velük, nagyon jól össze tudják állítani, és hát legalább 40%-a szétesett átalakult családban nő fel a mai gyerekeknek, és nagyon sokan válás után új családra kerülnek, kisebb testvérek születik. Szóval sok olyan gyermek van, akit az egyik szülő nevel, általában az édesanyja. Ezeket még akkor, amikor Sándor Bertalannak a műve megjelent először, nem igen lehetett érzékelni. A mai helyzetben azt mondja Bertalan, hogy az iskola pszichológus segítségével rendelkezhetnek. Én azt hiszem, hogy ennél több kell. Egyébként, hát, ha megnézzük, ugye eleve a mai gyermekek meg is kiskorban kikerülnek az anyaörökből, hiszen 3 éves korban kötelező az óvoda, és akkor hol is húzzuk meg ezeknek a sokféle családból érkező gyerekeknek a család határvonali vonalai, hogyan viszonyulnak az édesszülőkhöz, nevelőszülőkhöz, féltestvérekhez, hozott testvérekhez.
és hol keresik a családon kívül egy barátot, ami már ezen túl van. És hát itt még azzal is számolunk el, hogy beadott a tömegkommunikáció ebbe a családba, a informatika, és hát a személyes kommunikáció még az egy családban élők között is visszaszorítja a számítógépes játékok, játékprogramok, internet. Unokáim is hosszú órákat töltenek, meg kell hallanom. Itt tartják a játékokon keresztül barátaikkal a kapcsolatot, és egyik itt, a másik utcában így játszanak együtt. Ez lehet időnként azért hasznos, és mert másra is használják az internetet, de kétségkívül, hogy megjelent a családban, a családok életében egy mindenhová behatoló, láthatatlan barát, aki hát lehet jó és rossz barát, és attól függ, hogy mire használják, és hát a függőség kialakulása pedig óriási veszélyekkel jár. Hogy azután ezekre a kérdésekre valamit válaszolhatunk. Szóval én nem vagyok pszichológus, nevelési szakember, igazából nem tudom, de annyit bizonyosan tudok, hogy minden családi, társadalmi változás ellenére az életünk és fennmaradásunk család nélkül nem képzelhető el. És a gyermekeinknek valamilyen családi szerető védőkorból kiindulva van meg a lehetősége, hogy a másik emberhez visszanyúlva ifjúvá, felnőtté váljanak. A mai viszonyok között is kell barátokat találni, és hát ebben segítenünk kell őket. Korlátoznunk kell az informatika szerepét, de azért nem tehetjük nagyon a masinákat, szóval meg kell tanulni ezekkel is visszanyúlni bármilyen. Nehéz szülői és nagyszülői feladat, annak elősegítése mondhatom magam is, hogy gyermekeink és unokáink támaszkodni tudjanak a családra, és a pályaválasztások során ne csak a informatika legyen a tanácsok. A saját nagyszülői és szülői tapasztalataink szerint a közvetlen felnőtt prédikáció hangja, hogy hatástalan, mint a mi gyermekkorunkban volt, és ezzel együtt azonban nem tekinthetünk el a családban, hogy legyenek szabályok, törvények, az együttélésben nehéz feladat. De meg kell találni a módját, hogy szóváljunk a gyerekekkel, ne sértsük az autonómiájukat, kutassuk hajlamaikat, elképzeléseiket, segítsük barátra találásukat. Próbáljuk rávezetni őket, hogy felnőttként olyan mesterséget érdemes majd választani, amiből jól megélnek, de emellett rá kell mutatnunk, hogy ennél több a hivatás és küldetés megtalálása, mert majd nyilván többi előadó is beszél ilyenekről, és a közösség szolgálata. Hát ha valaki most azt kérdezi tőlem, hogy hogyan csináljuk mindezt, akkor megint baj van lennék. Szóval minden családnak mások a lehetőségei, az életmód, életvitel, sok minden befolyásolja az időben, osztásokat. Én saját tapasztalataim alapján mondhatom, hogy gyermekeimmel, és mostanában már inkább az unokáimmal, nagyon sok fontos kérdést és információt rólunk, iskolába jövett menet, vagy óvodába jövett menet, tudtam és tudok megbeszélni. Annál is inkább, mert manapság már autóval kell összeszaladgálni a sok embernek, és így legalább egy 10-15 percre időnként nem tudnak szabadulni attól, hogy össze legyünk zárva. És ez egy némi intim együttlétre valóban alkalmat ad, ilyenkor sokszor megnyílnak. Szóval ez egy érdekes lehetőség, persze azután a családban az összes családi ünnepség, születésnapok, karácsony, húsvét megszervezése, ez mindig hasznos, és egyébként a születésnapokra az unokáimnál látom, hogy mindig meghívják nem csak a barátaikat, hanem azok szüleit is, és így a barátságok is jobban fejlődhetnek, meg a szülők is egymással kommunikálnak, együttműködhetnek. Hát ennyit tudok a családi háttérről,
És hát a következő terület még megint nem az én pályám, az iskola, sertülőkor, szerelem pályai orientáció. Persze, amit látok időről, az annyi, hogy először is ma már ellentétben a mi korunkkal, a mai iskola, sőt már az óta is, folytukán, tehát a másik nem felfedezése és az egymáshoz viszonyulás, ezért lényegesen korábban kell elkezdődjön, mint régebben. Hát ezen a téren is már számos veszély mutatkozik, nem akarok, hogy a gender elmélet és egyéb ilyen obskúros válaságokat elnézésre. Ez egy kémikus véleménye volt, idézni. De minden esetre a nemi identitás összezavarása és a korán kezdett szerelem nélküli szexuális élet kihatással lehet ifjaink későbbi párválasztásának nehézségeire is. Ez valószínűleg ezen a területen dolgozó pedagógusok is jobban látják. Amellett még egy dolog előre jött időben. A pályaválasztás. Hát Karácsony Sándor ez igazából a serdülőkor vége, sőt az ifjúkor kezdetére teszi a tényleges pálya megtalálásának lehetőségét. Hát ide ma már a három unokámnak 10, 12 és 14 éves korban, attól függ, hogy milyen iskola típus felé mentek, már felvételi vizsgát kellett tenni. Ahhoz, hogy inkább a szülők és nagyszülők által jónak látott iskola típusba bejussanak, mint ami hát esetleg a saját hajlamaiknak megfelel. Nem feltétlenül tudnak még a saját maguk igazán megfelelő irányba menni. Úgyhogy nagyon is szükség van a olyan szülői segítségre, ami ezek a gyerekekben is hát a megfelelő irány felé haladást lehetővé teszi. Egyébként hát azután az is érdekes, hogy hát nagyon háttérbe szorultak ma a régebbi gyermekekhez képest a ma divatos mesterségek, hogy úgy mondjam, a menedzser, informatikus, celeb, és hát az ilyen hagyományos, produktív és szolgáltató mesterséges, földműves, kőműves, szerelő, fotrász, kereskedő, mozdonyvezető, hát tulajdonképpen az ilyen irányú szakképzés is eléggé nehéz helyzetben van. Tehát mostanában hallunk arról, hogy ez is megújul, hát lássunk, hogy megújul. Minden esetre külön kérdés jelent még a hátrányos helyzetű a romákban és részegénységben élő csoportok felemelése, integrációja, esélyegyenlőség biztosítása. Nagyon sokat tesz mostanában a hivatalos politika és ezekért, de még ez a kérdés mindig nem teljesen megoldott nemzetpolitikai kérdés. Van még egy kérdés, ami hát szintén meg kell említenem, szóval az idegen nyelvoktatás eredményessége, vagy hát én ma is időnként azt mondom, hogy eredménytelensége, ezt az egyetemen látom, amikor 50%-át a diplomáknak nem adhatjuk ki a nyelvvizsga hiányában. Szóval az lehet, hogy a kormányzat ezzel a középiskolai nyelvvizsga kötelezettséggel valamit javít ezen, de ez egyúttal veszélyt jelent pont a hátrányos helyzetű csoportok további leszakadása szempontjából. Na most ezeket inkább mint problémákat említettem, azért a gyermekeim, unokáim iskoláztatása során én azt tapasztaltam, hogy a mai pedagógusok és segítőik is jól teljesítenek tulajdonképpen. Szóval tudják, hogy az iskola nem csak tanít, hanem nevel, és a tanárnak, diáknak közös nyelvet kell tenni. Ha egy tantestületben csak egy tanárral talál egy kapcsolatot a gyerek, az egész életére elidődik, kihagyja, és így segítheti a felnőtté válást. Hát itt jutottam el, remélem még van annyi idő, hogy igazából a harmadik szakasz az ifjúkor pályaválasztás küldetés, ami azért, hát, mivel 50 éve 1969. szeptember 1-ére óta
akkor még Gödöllői Agrár Tudományi Egyetemen dolgozom. Így hát ezen a területen elég sok személyes tapasztalatom van az ifjúság átalakulásával, problémáival, és itt azért még egy művét szeretnék Karácsony Sándornak figyelmükbe ajánlani, az Ocsitó Magyarság, ami a Szokásrendszer és Pedagógia című könyvéről, többek között az akkori ifjúság lelki arcáról, ez 1942-ben jelent meg, egy rövid leírást. A lényeg az, hogy mi a különbség ifjúság és nem ifjúság között, ami idézi a Bibliából Jóel prófétát, vémeitek álmokat álmodnak, ifjaitok látásokat látnak. A vének, a mi idősek a múltat látjuk, és ezt akarjuk újra továbbvinni. Az ifjak nem fogadják ezt el, és esetleg teljesen tagadják, szembehelyezkednek vele, ami úgy nyilvánul meg, hogy nem fogadnak el semmit, amit felnőttektől kapnak, és hát ez a terméketlen és hiányvaló álmodozás abszolút pozitív tagadása, mert nekik van, ha van látásuk, akkor ők azt szeretnék megvalósítani, aztán meglátjuk, hogy mire mennek. Úgyhogy hát én ez alatt az 50 év alatt két rendszerben is végigkövetettem ezt a folyamatot, hogy mi történik az ifjúsággal, de mindaz, amire beszélek, kötődik ahhoz a munkahelyhez, ahol pályámat töltöttem az Agrár Egyetemen, ahova 1969-ben kerültem, kémia fizika szakot végeztem, és ott azután hát rögtön meg akartam reformálni az oktatást. Jól lehet, első években még alig kaptam önálló gyakorlat vezetési lehetőséget, és nem vagy előadásokat. Minden esetre, amit kaptam, azzal próbáltam úgy élni, hogy egy kicsit elkezdtem szorítani a agrárosokat, akiknél a kémia hát kellett, mert akkoriban kemizáltuk a mezőgazdaságot, de azért olyan mellékes dolognak tartották, és hát egy kicsit szigorúbban viszont külön konzultációs lehetőségeket biztosítottam számukra, ezzel a kötelező órákon kívül, és ezt végül is jól fogadták, és kezdtek jól teljesíteni a vizsgákon, és ezután azokkal, akik legjobbak voltak, azokat próbáltam, miközben még magam is kerestem ott a saját tudományos feladatomat, kapcsolatba kerülni. Egyébként akkoriban azt mondták Agrár Egyetemen, hogy aki átment a kémia szakon, már kezében tartja a diploma egyik sárkát, szóval az ilyen kemény munka volt, és erre pászorítottam, és hát tulajdonképpen azt a kemény munkát próbáltam bevezetni, amit rajtam a Tudományi Egyetemen gyakoroltak. Szóval azért tessék elképzelni, hogy egy mai egyetemista elborzadna, ha hallaná, hogy heti 35-40 óránk volt, és ezek látogatása kötelező volt. Nagyjából a marxista tárgyakra lógtunk eleget, de a szaktárgyainkkal ezt nem igen tehettük meg. És aki mondjam, egyetlen tárgyban nem teljesítette a vizsgakötelezettséget és gyakorlatilag, az fél évet ismételt, nem volt görgetés. Ugye hallották már mai kedves kollégák, és én mind a mellett olyan szigorlataink voltak, ami ma nincs a rendszerben. Tehát egy-egy tudományterület teljes áttekintése. Szóval, hát akkor milyen voltunk, mint hát ehhez képest, de ezzel együtt is nem voltunk azkedőek, nem éreztük azt, hogy hát bennük, hogy túlterheltek vagyunk, sőt még akkor volt közösségi életre is időnk. Hát ez mindegy, hogy milyen keretben, de minden esetre volt és megszerveződtünk.
Ma is összejárunk, hogy 50 éve végzett évfolyam társaimmal minden évben találkozunk. Szóval minden nagyon szép, minden nagyon jó, ahogy ezt Ferenc József mondta, nem hiányzott ebből a képből valami, de hát igen, és hogy még hiányzott az a szabadság, ami nem az akkori ifjúsági parlamenteken kezdődött egyetemista mozgalom eredményessége volt, a követelmények lazításáért és a több szabad időért, amit egyébként haladó hagyományként a mai sokkal kevésbé demokratikusan szerveződő hökkelő intézmények is gyakorolnak. Szóval az ifjúság azon joga volt a kérdés, hogy van-e jogunk nekünk ételkedni az érvényes tudomány és gyakorlat tételeinek megkérdőjelezésére, újraértelmezésére. Például ugye a mezőgazdaságban lehetett-e akkoriban kételkedni a nagyüzemi, intenzív, gépesített, kemizált mezőgazdaság útjának egyedülvalóságában. Hát az azért kockázatos lenne. De ezzel együtt is volt az akkori rendszerben is egy lehetőség, amivel eddig nem szóltam, ez a tudományos diákkör és a speciál kollégiumok, tehát a szabadon választható tárgyak rendszer. Tehát ilyen alapon kezdtem én is néhány ifjú emberrel kapcsolatot keresni, és hát ez különösen egy Nagy József nevű kedves barátommal alakult úgy, hogy ez életre szóló pályaválasztást jelentett számára is. Nekem pedig igazán az egyetemi oktatóvá és kutatóvá való érésnek, mert ő adta az ifjúság részéről az impulzusokat, és hát ezzel a fiatal emberrel annak idején valamikor 1971-ben azzal kezdtünk kísérletezni a kísérleteken, hogy a kukorica becsen, vegyszeres gyomírtása és műtrágyázása, de ezzel a beállított kísérletünket idő előtt betakarították aljáról, úgyhogy így nem lehetett igazán értékelni, de akkor hogy valami hasznot legyen, föltettük a kérdést, ami mindmáig kérdés, hogy a gyomírtószerrel mi történt a falakban. Elbomlott úgy, ahogy ezt a gyártó állítja. Na ebből a kérdésből a diákkori munka, egyetemi doktori, kandidátusi érdekezése Nagy Józsefnek, és később, ezután az akkor egyik legnagyobb vegyézőnk, Sajon Bábonyban az Észak-Magyarországi Vegyézőnöknél lett a fejlesztési mérnök, fejlesztési osztályvezető, ami azután a rendszerváltozás során változott, akkor előbb-utóbb önállóvá vált, és egész Miskolc környékének a LIDER program vezetésében hát egy felemelkedési lehetőséget biztosított ez a kedves barátom. Tehát az ő vele való együttműködés vezetett el ahhoz, hogy a tudományos diákkörű munka, szigorú kötelező mellett a tudományos diákkörű munka az, ami az igazi pályaválasztást és az ifjaknak a akkori rendszerben való felnőttében elősegíti. Egyébként is azután más ilyen tanítványaim is ezen a területen belemegyünk dolgozó. Nem feltétlenül mindegyik ilyen növényvédelmi tényleg területén találta meg az életét, már így kezdtük a diplomákat. Megemlíteném volna Török Pétert, aki végzés után a jezsuita rendvilági munkatársa lett, majdnem belépett, de mégsem vállalta ezzel járó kötelezettséget. Ma vallás pszichológiai doktorátus szerezve a Károli Gáspár Református Egyetemen tanszékvezető, Veszfélyi György, aki szintén növényvédőként végzett, és ma a Budapesti Gazdasági Főiskola nemzetközi tanára nemzetközi gazdaságtan területén. Na, hát van még egy második szakasz, erre még hány percen várunk.
Tehát ez a második szak, az nagyon izgalmas azért, ez a 90-től napjaink. Szóval itt találkoztam azzal, hogy már 89-90-ben látható volt, hogy megrendült a Agrár Egyetemen és az ifjúság közérzete, jogi közérzete. Szóval az a pályakért, ami a korábbi tervezdasági rendszerben világos volt, elvégzem, lesz állásom, jó állásom, dolgozom, ez már akkor rogyadozott erősen, és szükség volt új vízióra, új látásokra. Na most hát akkor ebben az időszakban valahogy már egyetemi tanárként kerültem, és egyetemi választott vezetőként mindenféle problémával kellett foglalkozni, és hát ugyanakkor ezt a kormányzat is érzékelte, hogy valami baj van a felsőoktatással. Tehát amit azután az elavult oroszos rendszer stb. Felváltásával végül is 1993-ban egy új felsőoktatási törvény megszületése, ami a napjainkig újabb és újabb módosításokon ment keresztül, és ez a folyamat, ez tagadott mindent, ami addig volt, nem jól tette. Egyébként azután a rendszerben és egy sajátos öngyarmatosítást követtünk, hogy minden jó nyugati, a kreditrendszer anélkül, hogy tudnánk, hogy ez csak egy értékelési mód. Bevezettük a 3 plusz 2 plusz 3, tehát ma ugye közlelve BSC, MSC, PHD rendszer, és hát ezzel sajnos az volt a legfőbb probléma, hogy a egymást követő kormányok nem egy hosszú távú látás alapján dolgoztak, hanem mindig a rövid távú, 4 évre szóló politikák, ugye, ami egy választási ciklusokhoz kötődik. Ezzel együtt is érdekes volt azonban különösen a 90-es évek eleje, amikor hát én magam is, mint vezető, szembe kerültem azzal, hogy a ifjúság is másnak van. Szóval a minden esetre az a látás, hogy ami korábban érvényes volt, itt meg kellett keresni a új látást, és hát tudom, ezt keresem is, hogy nehogy kifusson a 3 percben. Végül is akkor már ugye kiderült, hogy a világot nem lehet élelmiszer ellátni a mezőgazdaság nélkül, tehát szükség van az intenzív és a kémiai szerek alkalmazása sem nélkülözhető. De ha nem veszünk azt figyelembe, hogy ez milyen súlyos környezetékkel jár, és ehhez képest nem keresünk újabb megoldásokat, továbbá az addigi szocialista rendszer helyett sokkal jobban ki leszünk szolgáltatva a piacnak, akkor hát mindezek ugye katasztrófához vezethetnek. Szóval ez kikényszerítette belőlünk tanárokból helyenként a hallgatói kezdeményezésre, mert hogy új szakokat választatokkal próbáljuk először megfelelni ezekre a kérdésekre. Így például hát én magam is 1991-ben 4 agrármérnök hallgató kérdésére kezdtem meg a környezetkémia és környezetanalitika oktatását. Hát még a környezetkémiát csak értjük, az analitika pedig hát az elemzés. És hát ebből a szabadon választható tárból 2001-ben egy új szakindításra tudtam vállalkozni, ez a környezetmérnök szak, és hát később azután ehhez kapcsolódó doktoriskolánk is létrejött, és ebben a vezetésemben 15 hallgatót tudtam tudományos fokozathoz eljutatni. De nem ment volna a dolog, és a törvénykezés ez nem vezetett volna semmire, ha nem próbálunk figyelni
és ezt nem én egyedül tettem, hanem nagyon sok kedves oktató kollégám társam, arra, hogy mit akar az ifjúság, és próbálni ebbe az irányba átalakulni a képzést. Ezzel együtt is mondhatom, hogy a mai napig is érvényes, amit az első szakaszról mondtam, hogy igazán eredményesen és a mai viszonyokra is felkészíteni a fiatalokat, csak akkor tudjuk. A kötelezőt az keményen javasoljuk, minden felsőoktatási törvény szempontjából, de megint csak a tudományos diákkör és egyéb lehetőségek segítségével elindulunk arra, hogy mit akarnak ők, és ezzel tudjuk igazán segíteni őket. Nem olyan régen tanszéki értekezleten pont erről vitatkoztunk, és hát én mondtam, hogy ezek a kötelező óraszámok, meg egyéb ilyen előírások, amire a úgynevezett normatív finanszírozásban adódik, mert megölik az önálló kezdeményezést, és igazából azok a két-három fős csoportok, ahol egy professzor körül egy-két hallgató hallgatja, és elkezd vele dolgozni, ebből lesz pálya, ebből lesz előrehaladás, és akkor megszólalt az egyik ifjú docens kollégám, tényleg azt mondja, sokkal többet ért a talajtan előadásoknál, Stefanovics professzorom szobájában üldögélni órákon a diványon és beszélni a professzorral. Hát ez, ma is ez jelenti. Szóval remélhetünk abban, hogyha ilyen diákok, meg ilyen tanárok lesznek még, akkor remélhetünk, hogy legalábbis ezen a téren lesz még valamilyen felnőtt nemzedék, aki tovább viszi. Köszönöm, hogy megválasztottam. És elnézést, hogy nagyon precízen szeretem volna betartani a menetrendet, de reméljük, hogy amíg kihagyom, mert láttam, hogy gyorsan hozott. Ez a következő 12-es fizetőben Karácsony Sándor születésének 130. évfordulóján, 2021. január 10-én kézbe vehető lesz, ezért is kérjük az előadókat, hogy elektronikus formában majd küldjék az előadásaikat. Vince Tamás, a Nyíregyházi Egyetem főiskolai docense Hivatás és ifjúság című előadásában idézte meg és aktualizálta Karácsony Sándor pedagógiai szemléletét. Tisztelten köszöntöm a kedves hallgatóságot, és nagyon nagy örömet lehetett. Nem könnyű témát kaptam az elnök úrtól, és igazából egész nyáron már ezen tételőben gondolkodtam, mert kevés szorongás okozott, és most a sok tételődésem eredményéből igyekeztem azokat elmondani, ami szerintem közérdeklődésre tartoknak számon. Érdemes megmondani azon, hogy egy-egy professzort mi vezetett el annak idején a választott szakterületük az a nevelés tudományhoz, a pedagógia professzorra gondolok ki, hiszen mindjárt kívülről értek a szónak abban az értelmében, hogy pedagógia szakos képzés akkoriban az egyetemeken nem folyt, csak az akkori kollégiumban, az teljesen más fegyver volt, ott a tanítóképzők, a középfokú tanítóképzők számára képeztek pedagógia tanárokat, tehát az egyetemi pedagógia professzorok azok valóban mind-mind valami más úton jutottak el odáig, hogy a neveléstudományra foglalkozzanak. Lohász Palajos, a Pesti Egyetem tudós pedagógia professzora például elméleti kérdések vizsgálata által a pedagógiai naturalizmus képviselőit olvasta nagy érdeklődéssel jutott el, vagy beszélőben a Pécsi Egyetem pedagógia professzora a módszertani kérdések iránt érdeklődése által az volt a híd, ami oda vezette. Karácsony Sándor professzortársai között már egyedülállóan a diákokkal való intenzív és élő kapcsolattartásán keresztül jutott el a nevelés problémáinak olyan szintű boncolgatásához, amilyen a műveiben tapasztalhatunk, hiszen ifjúsági lapok szerkesztője, diákok életét közvetlen közelről figyelő tanára, tehetséggondozó tanára, hogy ma neveznénk, nagyon jól látta, hogy melyek azok a területek, amelyeken a 20. század első felének hazai gyárság segítségbe szorul.
és ő nem is készen tett a segítségnyújtással, őszintén érdeklődő diákok mellé, hogy segítsen nekik lehetetlen nehézségeket. Jó tanácsokkal látnánk a tanulásmódszertan területén, feltáplálódik a tanulás mesterfogásait, felvilágosítást adott nekik a barátság és szerelem csapdáiról, természetéről, és egészen konkrét útmutatással szolgált nekik arra vonatkozóan is, hogyan a ifjúsági lapot szerkeszteni és az értékes platformmal ellátni. Nyilván nem vagy figyelmen kívül az sem, hogy a fiataloknak bizony-bizony égető gondot jelent a pályaválasztás. Én tudni kell, hogy ez a téma, a pályaválasztás, vagy ahogy az akkori irodalomban olvashatjuk, a hivatásválasztás témája, az első világháború követően vált igen-igen sokat tárgyalt témává, divatos témává a pedagógiai szakirodalomban is. Ennek több oka is volt, most ezek közül csak egyet neveznék meg, mert az első világháború után Magyarországon mintegy 200 ezer hadjárva volt, és közülük évente 16 ezer, 20 ezer körüli pályaválasztóval lehetett számolni. Alfred Adlernek a magyar tanítványa Márai István szorgalmazta éppen ezekre a hadjárvákra gondolva, hogy pályaválasztási tanácsadókat kell lenni. És 1929-ben meg is nyitották Magyarországon az első pályaválasztási tanácsadót, majd pontosabb ugyanebben az évben 1929-ben lépve az Országos Társadalombiztosítási Intézetnek és a képességvizsgáló intézetnek. És aztán, ha tanulmányozunk a korabeli nagy pedagógusok írásait, akkor rájöttünk, hogy egyikük sem tudta elterülni ezt a témát, mindjárt foglalkoztatták a pályaválasztás befolyásoló tényezői politikumok. Nézzük meg néhány vélekedést ezek közül, a korabeli pedagógusok oldalából ismeritek karácsonyságot portársainak az ide vonatkozó gondolatai. A már említett Veszelyőnő napja először a pozsonyi, majd a pozsonyból a Pécsre került egyetem pedagógia professzora volt, a korszerű nevelési problémák című könyvében foglalkozott a pályaválasztás kérdéskörében, meglehetősen egydimenziósan. Tehát nem úgy, mint Karácsony, nem úgy járta körül több oldalon, és nem is a keresztény embert nézni pontjából, ő csupán a pszichológus szemüvegén keresztül vizsgálta ezeket a pályaválasztás befolyásoló külső és belső tényezőket. Arra azonban ő is felhívta a figyelmet, amit Karácsony Sándor hangsúlyoz ebben a művében, a hivatás és ifjúságban, hogy a terv vagy a hajlam önmagában nem lehet irányadó a pályaválasztás kérdésében. És a magyar irodalomtörténetből hoz példákat, nagy egyéniségek példáit hozva leírja azt, hogy nagy emberek életéből tudjuk, milyen más volt még a ifjonti hajlamuk, mint amire igazán hivatva voltak. Nem is akarták elvinni, hogy arra a pályára nem volt igazi tehetség. Itt Petőfi sokáig színész akart lenni, holott nem volt lehetősége hozzá. Tudjuk, hogy Petőfinek nem volt olyan hangjadottság, orgánumos. Nyilván az irodalom szeretetet élesztette meg. Arra is próbálkozik a színi pályán, majd szolgász akar lenni. Jó, egy festő szeretett volna lenni. De ezek nagyon jó példák voltak arra, hogy a hajlam önmagában még semmit nem jelent. Ön is ennél önismeret nélkül, és a küldetésen való érzékenység nélkül inkább akadályozva nincsen segíti a valódi hivatás megtalálását. Aztán Nagy László, a kórjeles pszichológusa, aki a gyermekrajzok élettanának szakértője volt és a gyermekérdeklődés nagykutatója, szintén foglalkozott a pályaválasztás kérdésével, de ő is inkább pszichológus szemmel, ezért tulajdonképpen hasonló következtetésekre jutott, mint Veszelyőnő. Hát, megemlíteném a kor egyik jeles gimnáziumigazgatóját és budapesti gimnáziumigazgatóját és később szegedi tankerületi főigazgatót, Kisfarki János, aki ilyenista szerzetes volt, de érdekes módon az általa írt tanulmányban nagyon sok olyan gondolatot találtam, amelyik valamilyen módon rokonítható Karácsony gondolatrendszerének. Kisfarki János 35-ben jelentenek meg egy kötetet a következő címmel, a családi nevelés útjain. A középiskolai tanuló és a szülői ház kapcsolatát elemezte. És ebben szerepel egy ilyen tanulmány, amelynek címe a pályaválasztásról. Már ez a tanulmány is igazolja azt, mennyire másképp látja ezt a kérdést, és így ember.
mint pusztán a teszteinket értékelő pszichológusok, akik ott a pályaválasztási laboratóriumokban igazából számokat látnak, szöveges eredményeket, de lehet, hogy a személyiség egészét nem is tudják megismerni. Próbáltam is értelmezni a hivatás fogalmát, próbál egy hivatás definíciót, ami ez a Kisvarti János, és a következő megfogalmazás nyújtja. A hivatás belső elhivatottságot jelent valamely egész életre szóló munka feladat elvégzésére, jelenti a teljes odaadást, a belső kényszer arra, hogy az egyén legjobb erőit állítsa az elérendő cél szolgálatában. De adott ugyanebben a tanulmányban Kisvarti egy másik rövidebb meghatározást és a hivatás fogalmáról. Azt írja ugyanis, a hivatás az egyén legbelső lényének titokzatos odahajlása valamilyen érték felé. Nekem ez nagyon megtetszett ez a definíció, de a hivatás az egyén legbelső lényének titokzatos odahajlása valamilyen érték felé, és hát azzal is kiegészíthető ezt a lírai szépség meghatározást, hogy a hivatás által válik maga az egyén is értékesség, érték alakítóvá és gyarapítóvá. Ma is hallhatjuk ezt az igazságot, hiába telt el 90-100 év, hiszen azt mondjuk, hogy én is így szoktam a hallgatóimnak mondani, hogy megkérdezik tőlem, hogy mi az élet értelme. Nehéz feladatok elé állítanak, hogy fogalmazzam ezt meg neki. Akkor bizony azt mondom, hogy csak az értékteremtő életnek van értelme, tehát az emberi létezés célját akkor tudjuk igazán értékeket hozunk létre, valamivel tovább lépjük a világot. Az önmaga fölött forgó életnek, az értékeket nem termelő életnek, azt tudom mondani, hogy nincs nagyon sok értelme. És azt is látni, hogy persze vannak emberek, akik ki tudja miért, ilyen pályára sodródnak, hogy nem termelnek valós értékeket, általában ezt is látják be, hogy az életnek nincs tartalma. Kisvarti azt is lényegesnek tartja kiemelni, hogy a hivatás nem csak lélektani tényezők szöveléke, a pszichológusok csak a lélektani tényezőket látják be, hanem erkölcsi fogalom is. Csak az erkölcsi érzületre végzett munka az igazi hivatásos munka. Így fogalmazza ezt meg, és idézi Sitzantól, a szintén piarista szerzetes teológus, aki megfogalmazta azt, hogy milyen tartalmúvá is válik az igazi erkölcsi fundamentumra, erkölcsi érzület fundamentumára épített hivatás. Ez a hivatás hova hamar szeretetté sűrűsödik. És ezért tele van leleményességgel, tetszerűséggel, optimizmussal, sikerek meg nem szépíti, bal sikerek le nem törik. Kritikát zavarva nem érti. Hát nyilván sem Sitzanttal nem gondolta azt, sem az intéző Kisvarti Jánosok, az erős hivatásodattal rendelkezett, illetve nincsenek nehéz időszakok, mélypontok vagy problémák, mert hát nyilván vannak. De pontosan azt említi át az ilyen embereket a nehézségeken, hogy teljességgel bizonyosak abban, hogy a helyükön vannak, az Istentől nekik rendelt helyen. És Karácsony gondolatmenete is ide fut ki, az az egyedül igazán fontos ebben a kérdésben, hogy meghallottam-e Isten missziós parancsát, oda mentem-e, ahová ő küldött és állított. Méreny Ferencnek is van egy nagyon jó kis könyve, fiatalkori műve, 1942-ben írt könyvek a pályaválasztás élettanáról, és ebben kell először arról értekezik, hogy kiket is érint a pályaválasztás kérdése, hiszen vannak olyan társadalmi réteget, akik számára ez a probléma ismeretlen. Ő azt mondja, hogy ha jövedelem és vagyon szerint rangsort állítunk egy ország lakosságát, akkor azt látnánk, hogy a pályaválasztás jelensége a rangsor alsó és felső övezetét kevéssé érinti. Az alsó övezetben azért érintünk meg, mert hát nyilván a társadalmi feltételek az ide tartozó egyének nagy részén egy kimenetelű munkasorsra ígérik, nagyon nem választhatnak. És ha meggondoljuk, sajnos a mai Magyarországon is van egy ilyen réteg, azok, akik a 8
általános 8 osztályt sem tudták elvégezni az általános iskolán, vagy éppen csak az általános iskolai végzettségük van meg, mert a szakképzésben kimaradtak, nem hasonlóknak. Nekik ülnek választási lehetőségünk is. És hát miért megemlíti azt is, hogy a felsővezetben sincs igazi választás, mert ide viszont azok tartoznak, akik számára a társadalmi feltételeink pálya nélkül is lehetővé teszik a létfenntartást, megtenthetőben, mint a mélyegyeztet is üzletet. Nyilván akkoriban a nagy birtokosok, a gyártulajdonosok, gyermekékkel foglalkoztak, de hát a jól belegondolt készítették egy ilyen szűk réteg, amelynek a tagjai annyit örökölnek, hogy igazából nem pont számukra az átlagos életszínvonal feletté körül minden biztosítása. Tehát Mérei azt mondja, hogy ha a pályaválasztásról definíciót kell adni, akkor azt mondhatjuk, hogy a pályaválasztás a még dolgozni kényszerülő, de választási lehetőséggel már rendelkező rétege életének egyik társadalom életű jelensége. Hozzáteszi, hát minél inkább kérdelítődnek egy társadalmon belül az életnívó különbségei, annál általánosabbá válik ez a problématásról. És hát azon is feltöbrengek Mérei, amint egyébként az összes többi kortársa, pszichológus, hogy hát minek van prioritása a pályaválasztásban? Az egyéni hajlamoknak, egyéni ambícióknak, vagy a társadalom aktuális szükségleteinek? És Mérei úgy gondolja, hogy a társadalom aktuális szükségleteinek, a gazdaság parancsoló kényszerének van elsősége, nem pedig annyira az egyéni ambícióinak és terveinek. Arra is szíroz egyébként a könyvében, hogy az egyes dolgozók azok nem is csak igazán fenntartói és örökhagyói a pályájuknak, választott pályájuknak, de tovább is fejlesztik azt, tovább is építik. Tehát minden egyes embernél egyéni arculatot nyertek a választott pálya. Senkinél nem ugyanaz a pálya, mert két tanár is másképpen valósítja meg a tanári szeretnék, két orvos is másképpen végzi a orvosi munkáját. Tehát ha alkotó emberként éljük meg a munkavégzésünket, akkor adunk meg egy egyéni arculatot. És még egy fontos fogalmat bevezett Mérei, ez pedig a hivatás élmény fogalma. Mit is értettünk ez alatt? Hát nyilván az, hogy a választott hivatáson állandó inspirációs forrás, megtanulási forrás lehet számomra, tulajdonképpen eljutok odáig, hogy lassan az életnek egyik értelmére válik. Nem biztos, hogy a szerencsés az, hogyha a hivatás élmény életemnek az egyetlen lehetne, ha mindent egy napra teszek fel. Mérei példát idéz a történelemből, hogy a hivatás élmény elvesztése milyen tragédiákhoz vezet. A hazakereskedő például írhatna törvény volna a hazakereskedő körében, hogyha egy kereskedő megbukott, elveszítette a vagyonát, akkor illet öngyilkosnak lennie. És az utána már a búcsú leveleket áttanulmányozva, a történészek számára világossá vált, hogy amellett, hogy ezek az emberek persze betartottak egy ilyen íratlan törvény, íratlan erkölcsi szabály, igazából a hivatás élményi elvesztésével keletkezett űrtől való félelmüknek menekülnek a halálba. Mert a hivatás élmény elvesztése az utána támadt üresség elviselhetetlenek tehet a számukra, mint a való felhasználás, a teljes elszegényedés. Nagyon kedvezőtlenek tart a Mérei, ahogy Karácsony Sándor is az, a pályaválasztó gyerekre nézve, hogy nagyon szűk a pályaválasztó gyerek élményvilága, tapasztalati világa, csak a családtagjai, vagy az ismerősei foglalkozását ismeri meg. Nincs más pályákról árnyaltabb képe, nincs más pályákra nagyobb rálátása. Vagy azokat is legfeljebb produktumaikon keresztül ismeri, a rájellemző munkafolyamatokról nem tud semmit. Vagy pláne rosszta a szépirodalomból a ismerő pályákat. Olvassuk az orvosregényeket, de hát azok nem az orvos valós munkáját mutatják meg, ahogy a tanárregények sem, a pedagógus valós munkájával és életére szólnak, vagy a papregények sem, a papipálya valós nehézségeivel. Tehát kell valami, ami ellensúlyozza ezt, és segít a gyerekeknek megismerni más pályákat. Ezért örömmel üdvözli két francia technikusnak a kísérletét, Mérei Ferenc, Lomon és Lampi nevű technikusok kísérletét, akik iskolai helyeket állítottak fel Párizsban, kísérleti iskolai helyeket,
és ezekben a gyerekek több mesterséget is közelből tanulmányoznak, kipróbálhatnak. Egy-egy iskola minden keretében 5-6 rokon szakma képviselhet magát, és akkor leírja például a Linda, vagy iskola, amiben volt litográfus, szinkrográfus, kéziszkötő, gépviszkötő, könyvkötő, ide lehetett betekinteni. 21-ben állítottak fel ilyen iskola, amiben először, és 33-ban már 14 műhelyközpont működött. Évente 500 gyerek sorsát tudták megoldani, 500 gyereket sikerült pályára állítani ezáltal. Magyarországon egyébként már a 40-es évek elején éppen a Karácsony Sándor által említett probléma kapcsán, hogy a gyerekeknek nincs mód más foglalkozásokba betekinteni, azért a gimnáziumi igazgatók próbáltak megoldásokat keresni, és a nézegetten régi folyóiratokat találtam is erre az adatot, hogy például Szegedre, a Klauzár Gimnáziumban, a Klauzár Gimnázium igazgatója pályaválasztási előadás sorozatot rendezett az iskolájában, csak a 8-os gimnazisták, tehát a végzős diákok számára, kiket hívott meg, ez is érdekes. Minden héten más és más vendégek, más pályára, az első előadó Sik Sándor volt, aki nyilván a papi pályáról beszélt, Vigyéz Miklós István ezredes a katonai pályáról, Dr. Gárdó Mikula járás a jogi pályáról, volt egy pénzügyi főtanácsos, aki a pénzügyi pályáról, volt egy orvos egyetemi tanár, aki az orvosi pályáról, Dávid Lajos egyetemi tanár, egy gyógyszerészeti kar tanár, egy gyógyszerészi pályáról beszél, volt egy MÁV-felügyelő, aki a vasutas életről, egy postatanácsos, a postahivatalnoki pályáról, Herman egyet történész professzor a bölcsész pályáról beszél, Farkas Béla egyetemi tanár a természettudományi pályáról, volt egy műszaki tanácsos, aki a technikai pályákról, szólt egy előadás a gazdasági pályákról, és még egy nagykereskedőt is meghívott, aki a kereskedelmi pályákról beszél. Tehát igyekezett például ez a gimnázium igazgató a tanulók tájékozottságát elméleten alaposan rátenni. Most, hogyha egy nagyon ugrunk, és megnézzük a mai helyzetet, hogy a mai gyerekek milyen problémákat szembesülnek, mi változott és mi nem. Azt láthatjuk, hogy hát igazából az nem változott, hogy a mai magyar oktatásban is jellemző a következő furcsa ellentmondás, minél jobb tanuló valaki az általános iskolában, annál később van rákényszerítve pályaválasztási döntésre, viszont minél gyengébb eredményeket produkál egy gyerek az általános iskolában, annál hamarabb elvárják tőle a határozott pályaelképzelést, mivel ugye a jó tanuló gyerek az általánosan művelő iskolatípusban megy gimnáziumban, a gyengébb tanuló gyerek pedig olyan iskolatípusban, ahol már szakmát fog tanulni. És egyben ezért minden generációban vannak olyan gyerekek minden időszakban, akik számára a pályaválasztás valóban nem reális választást jelent, reális lehetőségek közötti döntést, hanem kedvezőtlenebb lehetőségek elfogadását, vagy kedvezőtlenebb lehetőségekre való beletörülést kényszerpályának nevezik ezt a jelenséget. Leginkább a gyenge tanulóknak kell szembenézni ezzel. De hát tudjuk nagyon jól, hogy Magyarországon ugye a gyenge eredmények erősen összefüggenek a szülők társadalmi státuszban, a iskolázottságában is. A 90-es évek a rendszerváltás után érdekes módon, ahogy olvastam az ezzel kapcsolatos cikkeket, tanulmányokat, azt láttam, hogy nem, hogy tisztává vált volna a helyzet, hanem még inkább fokozódott a bizonytalanság a pályaválasztás terén is. A szülők is elbizonytalanodtak, a gazdasági és társadalmi átalakulások láttán. Az viszont beigazolódott, hogy ezekben az években az iskolázás jelentősége megnőtt, még az olyan szülő csoportoknál is, amelyeknél korábban nem volt olyan nagy jelentőségük, tehát azok a szülők, akik korábban egy szakmunkás bizonyítványjal beérték volna, illetve azt adtak volna a gyermekük kezébe, most már magasabbra néztek és érettségük, hogy beleprestízsű szakmát szerettek volna a gyermekük számára biztosítani. A mai gyerekek helyzetét nagyon sok hamis jelszó, hazug jelszó, téves indulópontú ideológia is nehezíti. Melyek ezek, amelyek a pályaválasztásukra is negatívan hathatnak. Például az önmegvalósítás jelszava. Mit olvashatunk a legtöbb önismerő tanácsadó könyvben? Valósítsd meg önmagad, tedd valóságá a vágyaidat. És
bizony nem is csodálkoznak, ha a fiatalok nagy része ezt a jelszót éppen a pályaválasztás területén érzi irányba mutatónak, arra vonatkoznak. Csak nem tudják, hogy ez rossz irányba mutat, mert a pályaválasztás nem jön megvalósítás. Vagy ha az lett, akkor bizony nagy tévutakra mutatunk. Karácsony azt írja, a pályaválasztás áldozat, szolgálat, szeretet. Tehát vannak az elmentések kitalálása, hogyan tudom a legteljesebben, legtisztább odaadásra szolgálni a másik ember. A másik ember megint csak karácsonyságra egy tudom fogalma. Tehát nem arról az, hogy nekem mi a legjobb, hanem azt, hogy az én képességeimet Isten akarok a legjobban, hogyan tudom leginkább a másik ember szolgálatába állítani. A másik hamis jelszó, amit ma így fiatalok gyakran hallanak szegények, és meg is zavarja a pályaválasztásokat, az, hogy tartsunk több vasatot tűzbe. Ezt az elvet nagyon sok család hangoztatja, egyre több követője van ennek a felfogásnak, szerez több végzettséget, több szakmát, ne csak egyet tanulni, két főiskolát és lehetőleg párhuzamosan végezni kell. És egyre több hallgatom van, aki párhuzamosan más képzésekkel is jár. Ezért nehéz összeegyeztetni a tanulmányait, nálunk végzett tanulmányait is. Legyen több diplomát, több tanúsítványunk, hogy minél mobilabb, mozgékonyabb legyen a munkaerőpiacon, tehát így tanítanak ezek a hamis profitek. De gondoljunk csak bele, hogy lehet az embernek több hivatása. Lehet egyszerre két pályára készülni, el lehet-e végülni egyszerre két komoly szakterületen. Hát ezek már majdnem olyan kérdések, mint hogy az iránt érdekel, hogy lehet az embernek egyszerre két felesége. De egymás után. És úgy érve, hogy az embernek lehet több diplomája, többféle végzettsége. De hivatásunk, a szónak a karácsony, Sándorfi Egyetemben csak egy van. És azok az emberek, akik 4-5 éve változtatják a foglalkozásokat, nem a munkahelyet, az más, nem a foglalkozás. Azok inkább egy bizonytalan keresztény ember benyomását keltik, nem pedig egy életfeladatát, életcélját megtalált emberi. Aztán ne felejtsd el, hogy a mai fiatalságnak a munkáról alkotott képe is meglehetősen zavaros. A középiskolás korosztályjal folytató beszélgetésekből azt tűnik ki számomra, hogy összemossák. Összekeverik a munka és a szabadítés tevékenység bizonyos ellenei. Amikor tínédzsereket kérdeztünk meg arról, hogy mit szeretnének lenni, akkor nagyon gyakran elhangzott a válaszaiban a következő két szó, akkor ismertem meg én is ezt a két szót. Influencer és vlogger. Az influencer, ez manapság úgy fordítják, hogy véleményvezér, befolyásoló. A vlogger, ez a videoblogger, aki minden nap videó és filmeket, lejátszásokat készít, és azokat hozta meg nézőivel. Nehéz a fiatalokat meggyőzni arról, hogy ezek nem szakmák és nem is hivatások. Ezek szabadidős tevékenységek, sokszor időfecsegő tevékenységek, mert ők azt látják, hogy hazánkban vannak fiatalok, akik ebből biztosítják a megjelenésüket. Természetesen az is kérdés, hogy milyen tartalmakat tartják meg a videóikat, mert ha építő, értelmes tartalmakat osztanak meg ezek a videoblogerek, akkor még azt is mondom, hogy el is tudom fogadni ezt az életmódot, de én a nyárfolyamban vettem a fáradtságot és megnéztem egy pár ilyen vlogot. Azt láttam, hogy 90%-ban felszínes témákról van benne szó, öltözködés, plasztikai műtétek, hódítás, hogy a hódítsak a másnak, párkeresés, labberendezés, utazások. Tehát a legtöbb itt megvetek ezen a felszínes szinten, és az élet mélyebb kérdéseiről nem tudnak a diskurzusokat. Aztán azt is láthatjuk, hogy a mai fiataloknál azért a fogyasztói szemlélet erősen ott van a gondolkodásban. Amikor azt kérdezik, hogy milyen pályát szeretnének, akkor nagyon gyakran tisztességes megjelentés említik. Kicsit el is gondolom, hogy a tisztességes szó számukra más jelent, még az én számomra, vagy a szüleim korosztály számára, mert amikor megkérdezem, hogy és mit ért a tisztességes megjelentésen, akkor olyasmiket sorol fel, ami a luxus élet járuléka. Tehát gondtalan megérhetés szeretnének, és akkor így mondom azt, hogy hát egy szenderben egy torzás történet, mert felsérülődött az eszköz és a cél. Hiszen a fiatalok gondolkodásában a választott pálya valaminek az eszköze. Méghozzá a kényelem megteremtésének az eszköze, nem pedig cél, nem életcél, életkivantás. Tehát a fókusz is hibás az esetükben, hiszen tulajdonképpen csak azzal törőnek, hogy saját maguknak kiváló egzisztenciát teremtsenek, de azzal nem törődnek, hogy és a világot hogyan építem az én munkám által. A pályaválasztás úgy érzem, hogy a keresztény felfogásban továbbra is éppen olyan, mint a pályaválasztás.
Látszólag én választom ki a társamat, de hadd olyanak arról van szó, hogy észreveszem el a potenciális társam között. Az, hogy igazán nekem lenne, lenne. És ugyanez állhat a hivatás választása is. Látszólag én választom meg a foglalkozásomat, de hadd olyanak arról van szó, fel tudom-e fedezni az engem mozgó helyek között, az igazán nekem lenne a hivatás. Hát tudjuk nagyon jól, hogy a 19. században például ez valóban ez a kérdés még pályaváltás, a kutatásváltás nem is volt kérdés, hogy a svédereknél, mert az apák határozták meg a szülők, az a család és az a réteg, amelyben beleszülettem, hogy mi lett belőlem. A gyerek hiába közölte, hogy más pálya vonzza, sok vékonyóban nem volt a szülői döntéssel szemben. Ha a pályaváltás idején már nem ért az édesapa, esetleg akkor azért már lehetett némi szabadsága. Hirtelen úgy gondolkodtam otthon példákon, Babics példájára jutott eszembe, ő régi jogász család sarja volt, de már az édesapja nem járt, amikor ő érettségizett, mondhatjuk azt, hogy szerencsére, mert ezért mehetett el ő filozofternek, tehát bölcsész hallgatónak. A családja szörnyűködött is, hogy hát a tanár az, ugye az új réteg teremén van, nem igazi új ember, de ha már egyetemi tanár lesz belőle, akkor a méltóságú szintézis lekapott is volt, az egyetemi tanár az már új ember. Most a sors iróniája is kintan, hogy Babics tényleg egyetemi tanár lett egy rövid időre, de pont akkor, amikor mindenféle méltóságú szintézis eltöröltek, mondta 19-es időszakban. És eltelt 120 év, és hova jutottunk? Oda, hogy ma már nem vagy irányítás, de még használható útbaigazítás, és megfontolandó ügyletet sem tudnak a sokszor a szülők adni, vagy nem tudjuk, hogy számára érdekel szolgálni tisztelt a kivételnek, mert hát a szülő sem lát igazán tisztán a számára felgyorsultnak és kaotikusnak tűnő világban. Azért vannak olyan kérdések, amelyek nem változtak a 120 év alatt, sőt, évszázadok alatt sem, tehát mindig is jelen voltak a hát bizonyos rétegeknél. Ilyen például a hivatás és megélhetés konfliktusa, melyik a fontosabb? Most ugye mondtam, hogy akkor is persze, hogy mit értünk megélhetésen, mert hát eszembe jutott Vadács felethetetlen műtéből a prágai szín, amelynek Kepler felesége így szól a férjéhez. János, nekem szükségem volna pénzre, mire a férj keserűen kifakad. Mindent elhordtak immár. Erre viszont a felesége indulatban. Örök szükséget tűrjek ki tehát? Az udvarhölgyek pápaként ragyognak, szintúgy szégyellel köztük megjelenni. Tehát a feleség túlzott igényei kényszerítették Kepler arra, hogy ne a valódi hivatását töltse be a kutatás, a csillagászatot, hanem horoszkópokat készítsen kíváncsiskodó főnemesek számára, és mellékkeresekkel egészítsen ki a jövedelmét. És ugyanezt a problémát járja körül, mondjuk Németh László a Pamucsész című drámában, ahol egy elhivatott várostörténész, egy kutató nem tud a saját kutatásával foglalkozni, mert a feleségének a helyzetükhöz képest irreális igényei vannak. Hivatosan szeretné öltözni, utazni akár, és ezért a legjobb párosnak könyvelői mellékfoglalkozással kell kérdezni az idejét. Ezek a példák azt is mutatják, hogy a rendőrendelt hivatás megtalálása még nem jelent megérkezés. Tehát még azt, hogy megtaláltam a hivatásomat, nagyon jó érzés, de még nincs itt a Kálmár. Mert arra is szükség van, hogy a hivatásommal ki is tudjak teljesedni, el is tudjak mélyülni benne, ennek pedig az a legfőbb feltétele, hogy elegendő időt szállhatok el, és hogy a családom is tiszteletben tartja. Például a választott házastársam tiszteletben tartja a választott utamat, a hivatásomat. És így fordulni egyre például a család és hivatás, hogy a hozzám méltó társ és a megjelenek feladat megtalálása. Hát zárásként eszembe jut egy nagyon jó példa erre, amelyet kiváló operaénekesünk Kiti Katalin mesélt el. Ő sajnos nem volt szerencsés a magánéletében, mert úgy azt mondja, hogy a társai nem tartották tiszteletben azt, hogy neki a hivatás elsődleges fontosságú volt. És aztán az utolsó házasságában úgy döntött, az operaházból akkor távolították el, 52 évesen a legszebb korában. 52 éves hölgynek már nem tudnak szerepet adni, ez volt a nem tudom, megfelelőzőket, ami ez volt az indok. És akkor jött az ő házassága egy német báróval, báró élet,
sokan azt gondolták, Magyarország legirigyeltebb asszonya, és ő akkor volt a legboldogtalanabb, mert ott ült egy németországi kastélyban, régi bútorokat húzott át, ami nagyon szép munka volt, mert leveleket fordított magyarra németre, de nem volt boldog. Mert végig azt dobogott a szívében, hogy te miért itt ülsz ebben a németországi kastélyban, neked nem ez a hivatásod, fiktikatai. Neked haza kell menni, és a magyar embernek énekelni kell. Az a hivatásod, arra születtél. Tehát utána mi is belátta ezt, és haza is jött, a férje megkérdezte, mész haza a szegénységbe, a cigány életbe, és mondta, igen, megyek haza a szegénységbe, az operaházban már nincs helyen, de majd elmegyek tanítani, mert van tanári mitogám, és valóban azóta ezt csinálja, ezt nézi, és tudjuk, hogy az opera nap követte is, tehát a fiatalokkal megismerteti, sajnos éppen abban a korosztályban már kevésség ismert, érjünk majd. Ez a példa is azt mutatja, hogy igazából ha hűségesek vagyunk a hivatásunkhoz, akkor a hivatás is megtalálja nekünk ezt a hűséget, ezt a ragaszkodást. Ezzel szeretném befejezni az előadásomat, és köszönöm a figyelmet. Vankó József, kőbányai szakgimnáziumi tanár, a Karácsony Sándori Szellemiség jelenkori továbbélését, a mindenkori oktató-nevelő munka lehetetlen ostromló, mégis eredményre vezető mindennapjait mutatta be érdekfeszítő, olykor szívszorító mélységekbe is betekintést nyújtó előadásában. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm elnök ura előadótársaimat és az összes érdeklődő jelenlévőt. Azért állhatok itt tulajdonképpen most önök előtt, mert annak idején, amikor a filozófia-teológia diplomám után magyar diplomámat szereztem meg a Károli Gáspár Református Egyetemen, akkor az egyetemi képzésben a pedagógiai szakszemináriumok sorában bekerülhettem egy olyan csoportba, amelyet Ferdai Miklós tanár úr vezetett Karácsony Sándor pedagógiájáról, különben egy néhány centis kis szövegecske lett volna az ismeretem valószínűleg a nagy mesterről a pedagógia történet kézikönyvében. Ez a találkozás az én számomra rendkívül meghatározó lett, mivel teljes pedagógiai gondolkodásomat, gyakorlatomat, hozzáállásomat, de mondhatom, hogy még az életemet is rendkívül meghatározta Karácsony Sándornak a világa, amelyet akkor a Herdő tanár közvetített felén. Ezen kívül egyébként meg kell jegyeznem az igazság kedvéért, hogy a Herdőiné Nagy Erzsébet tanárnőnek is óriási hálába tartozom, mert az ő stilisztika órán pedig a magyar nyelvnek a fegyvertárával is megismerkedhettem, rendkívül alapos módon. Az jól mondta az elnök úr, hogy gyakorlatilag 32-es baka vagyok a frontról, a lövészárokból, méghozzá nem a hátsó parancsnoki fűtött részből, hanem a legelsőből, ahová minden dolog becsapódik és megjelenik, ahol a szuronyvonok vannak. Az én iskolám a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum alá tartozó Giorgio Petrasca Szakgimnázium és Szakközépiskola. Ez a könyv meg a terített asztal a mi címerünk, jelképünk, hiszen mi szakács, pincér és cukrászképzést végzünk Kőbányán, hangsúlyozom, tehát Kőbányán a végeken. Így néz ki a mi iskolánk. A látszat csal, a csaló meg nem látszik, mert ez az épület, ha ránézünk egy békebeli, forti korabeli általános iskolának gyakorlatilag az épülete, egyik oldalon mentek a fiúk eredetileg, másik kapun a lányok, és ha ránézünk, hát mindenki szeretné tanítani, egészen addig, amíg be nem megy. A képzési kínálatunkat az átugrom, mert
inkább mutatok képet, ez a úgynevezett B épületünk, egy mini étterem, a diákjaik láthatók a terített asztal mellett, hogy pincér szakos hallgatók és gyakorolják a terítés, fölszolgálás tudományát. Cukrász hallgatóink közül az egyiknek a munkája befejezéséhez közelítő hát, képek látunk, ahol befejezték munkának az elkészítését, éppen a díszítését végzi. Csodálatos, szép dolgok születnek ott. Én távolról nézem, mert cukros vagyok. Ez a készlet, ez azért értékes, mert eddig még nem mondták el, ez egy békebeli, óriási értékű, különleges terítét készlet. Nagyon ritkán szedik elő, szakmák éjszakáján szoktuk elővenni, hogy megmutassuk a látogatóknak, meg a diákjainknak, hogy volt egy olyan korszak, amikor az étkezés az nem a vájúhoz című felkiáltással és csámfogással tartított tevékenység volt, amit a papán malacai jobban csináltak, hanem egy kulturális esemény. Tehát ez már a mai diákoknak eléggé fölfoghatatlan, de el kell nekik mondani, és meg kell teríteni, és eléjük kell élni azt, és mondani, hogy tényleg valóban volt egy olyan kor, amikor ráértek, és az egy kulturális esemény volt, egy társasági esemény volt az, hogy leülünk és étkezünk. A késekkel kapcsolatos tudomány sajnos nem tudom megosztani, csak azokat a késeket, amik a hátamban vannak. Ez itt a mi modern tankonyhánk. Itt a szakács szakos hallgatóink készítik a finomabbnál finomabb ételeket. Én mivel magyar tanár vagyok, én mindig idegen légiós vagyok ezeken a helyeken, de rendszeresen odalátogatok és a kollégák diákok munkáját megnézem. Nagyon szigorú rend van egyébként. A szakács szakos hallgatóknak ilyen komplet késkészlettel fertőzöttetnünk egyébként, saját késkészletekkel hozniuk magukba. És akkor azzal voltam szerepelni. Sportélet is elég jelentős. A diákjaik mindenfajta kerületi, néha országos versenyeken is indulnak. Gyerekek nagyon szeretnek sportolni. Mi nálunk, hogy a tesi tanár szokta mondani, fiam, ha felül nem vagy elős, legalább aludt legyél az. Sajnos én a gyerek másik végén vagyok, tehát felül, és ez a problémákat okozza. Egy kép a szalagavatóról, ők a végzős diákjaitól egy kép, tehát ők azok az ember palánták, akikkel reményeink szerint eljutottunk oda, ahová csak egyszerűen el lehet jutni. Biztos, hogy a Jóisten sokkal többre is velük, de mi emberileg egyelőre csak odáig tudjuk őket elvinni, hogy akkor a rendes viselkedés, női-férfi modell, egyfajta alaptudás, egy jó szakmai tudás, és tényleg, ahogy az egyik kollégám szokta viccesen mondani az ilyen szalagavatos diákoknak, hogy na, hát most már úgy nézel ki, mint egy úriember, úgy nézel ki. Tehát, mi hiszünk benne, hogy előbb-utóbb, tehát valamit sikerül átadni ebből nekik. A úriemberség alatt nem a státusztétel, hanem a kulturáltság, vagy hát ezt így úgy sértjük. Ennyit akartam megvetíteni. A többit azt szeretném elmondani, mert én nem vagyok nagy ismerője ennek a technikai arcprotézisnek. Bár én is szoktam vetíteni rendszeresen, de én soha nem szoktam vetíteni az élő szó helyett. Tehát tényleg valóban segítségnek használom én is. Csak vázlatot vetítek az iskolában. Az iskolám tényleg lövész állok. Tehát ami a társadalomban megjelenik a világban, szociális probléma, hagyomány és tudás átadási probléma, családi probléma, egzisztenciális probléma, világlátási, filozófiai probléma, az nagyon súlyos, legsúlyosabb társadalmi megterheltséggel, a bűnözés világának beárnyékozásával megjelenik a mi iskolánkban is. Meg kell mondanom, hogy nálunk nem nagyon fordulnak meg tanárszakos hallgatók. Van egy olyan gyanúm, hogyha véletlen betévedne egy akárki, aki meg szeretné nézni, hogy
Na mi van? Hát lehetséges, hogy hamar elmenekülne a mi vidékünkről. Elég kemény és nehéz helyzet van. A néhány bevezető gondolatot szeretnék mondani, nagyon rövid összefoglalással, hogy Karácsony mit mondott erről, és utána azonnal rátérek a legérdekesebbre, a párkapcsolásos módon, hogy mi látunk, mi van egész konkrétan. Ugye én is elolvastam ezt a művet, és belemélyültem, és sehol máshol nem találtam ilyen világos alapokat, mint Karácsony Sándornál. Az ifjúság és hivatásban nagyszerűen összefoglalja és örökzöld, és ma is szerintem kifogástalan módon a szakmának a fogalmát, hogy a szakma fogalmában van, benne van a hozzáértésnek az igazolása, a jogosítványa, hogy te már mestere, szakmunkása vagy egy szakmának, és tulajdonképpen a mesterben pedig benne van egyfajta viszony, mint ez tényleg így van, mert mindegyik mester, például a mi szakácsaink magával viszik a szakács mesterüknek a egészen odáig menő sajátos személyes szokásait is, hogy például mondjuk ő hogy szeretem. Mert megtudtam azt is, én eddig azt hittem, amit nem úgy tanítottam, hogy szeretni egyfajta képen lehet, aztán megveregette a vállamat ilyen bocsánat kérő tekintettel a szakácsmestert, hogy hát én legalább 4-5 féleképpen tudok, akkor mutatom neked is. Tényleg bemutatta, hogy legalább 4 féleképpen lehet szeretelni. De, és az ő tanítványai úgy szeretelnek, hogy ő úgy annyit várnak egy levesnél, amennyit ő vár. Tehát hiába van receptkönyv, a képlából járó élő receptkönyv az, amelyik működik, akitől átveszik a gyakorlati tudását egy menüsor lefőzésének, de akár a szeretelésnek is, tehát az alapoknak is. És végül Karácsony rámutat itt a hivatásra is, mint megszólító, hívó erő, ami több, mint a hajlam, több, mint a felszínes érzelmek, amely tulajdonképpen az ember, a szíve, a lelke, az értékrendje, és Karácsony ott van, és én nálam is ott van, mert gyakorló katolikus vagyok, hogy a hitnek, tehát a szeretetben való szolgálatnak az alapelve. És itt szeretnéd egy picit megállni, mert ugye Karácsony nagyon világosan beszél ebben a művében, összekapcsolja a keresztény hittel a hivatás, a szakma, az ifjúság pálya keresésének a kérdését, és teljesen világosan ugye vállalja és elmondja maga felfogását. A mai iskola rendszernek és iskola politikának, se az előzőnek, se a mostaninak nem kívánok belemenni az elméleti politikai részébe, nem azért vagyok itt, de természetesen minden összefügg mindennel, és ugye hivatalosan papíron még talán mindig az van, nem láttam, hogy átírták volna, hogy ugye meg kell próbálni úgynevezett értéksemleges iskolát megvalósítani, értéksemleges osztályfőnöki órát tartani, és értéksemlegesen megjelenni. Én szoktam mondani a gyerekeknek, hogy az értéksemleges tanár az olyan, mint az eunuch a nagyszüleimának a háremében, hogy így ránézésre férfinak van öltözve, de vannak dolgok, amire már nem képes, például családalapításra, és hát értéksemleges nem tudok lenni, mert egész léte a krisztusi hitnek az értékrendjére épül rá, legfeljebb megjegyzem azt a diákjaimnak, hogy nekem ez az értékrendem, szabadon lehet másmilyen értékeket is választani, de nekem ez. Én ez vagyok, én ezt a példát adom, lehet párt is választani, lehet esetleg, ha van olyan felfogású diák, vagy család, akkor nem a keresztény hittel, vagy egyáltalán hit nélkül is lehet követni egy bizonyos fajta értékrendet, és ezt én nem is mondom neki, és azt is elmondom, hogy én ez vagyok, tehát keresztény ember vagyok, és az én családom engem egy konzervatív nemzeti szellemének nevel, és én ilyen ember vagyok, nem hangoztatom minden nap, egyszer elmondom, aztán majd látják az életemben, vagy nem látják. Viktor András is írja a maga tanulmányában a pszichológiai Karácsony kötetben, hogy rögzítenünk kell, hogy Karácsony Sándor felnőtt és lélekben a nem spekulatív rendszer, nem elméleti rendszer. Hát ez volt az én legnagyobb kínom az egyetemen,
hogy több ilyen elméleti rendszert megtanultunk, nagyon sokfajta hagyományos és modern oktatási formát, tanítási, anyag megfogalmazási, földolgozási modellt megtanultunk, de arra az ég egyatta világon senki nem készített föl bennünket, hogy odakint mi vár, tehát egy valóságos iskolában, illetve, hogy a valóságos iskola társadalmi problémákat visszaküprőző valóságának, valóságos embereire, helyzeteire, bedobó kérdéseire, konkrét nyomorúságaira, én most mit válaszol? Erre aztán senki nem készített bennünket. Ez olyan dolog, mint tulajdonképpen a harctéren, a katonák táncon, amikor kiderül, hogy nem asíroztunk a mező közepére, de ez bizony elaknásított terület. Oh, mindenki álljon meg, kérdelje le és szépen szurkálja maga előtt a földet, és úgy menjen előre, mert ugye különben fölrobban. Tehát nekem is így kellett csinálnunk, szépen letérdeltem, egyrészt Krisztus kereszt elé, másrészt a földre, és elkezdtem a bajonettel szurkálni a földet magam előtt, hogy nehogy aknára lépje. Nekem kellett megteremtenem ott a helyszínen a dolgokat, és ekkor kerül be Parácsony Sándor ebbe a képbe, hogy mit tegyek én a konkrét élethelyzetbe. Szeress! Teremts vele kapcsolatot. Ez a tiszteletet is magába foglalja. Vedd őt komolyan, az ő kérdését, az ő fájdalmát. Olyan hülyeségét nem kell. Ezért van tanár kolléga, aki a diákok hülyeségéből dogmát csinál, mert még ilyen elméleti gondolkodó is van. Már elhangzott egy-két gondolata az előző előadónál a tét eszmékre, amiből pedagógiai aranytélát csináltak. Tehát, hogy vedd komolyan, fogad el, és akkor, ha te hitelesen viszonyulsz a diákhoz, akkor ő kíváncsi lesz előbb-utóbb a te értékrendedre, és a kettőtök párbeszédéből fog megszületni Isten segítségével, mondom, én a válasz. És ez az egy dolog. Ez az egy dolog működik a mai napig. Ezért van az, hogy nekem tulajdonképpen van is, meg nincs is semmilyen előre megfogalmazott válaszok különböző dolgokra. Van hitem. Van egy keresztény értékrendem, odaállok a diákok elé, és akkor majd megszületik valamilyen fajta közös válasz, a közös útkeresés végén. Én mindig mondom a diákjaimnak, hogy lehet engem bárminek címezni, meg szívni, de lehetőleg akkor velem szembe tegyék meg a hátam mögött, ezt nem szeretem, és lehet velem nem egyetérteni, akár lelkesen is nem egyetérteni, de akkor folytassunk pár beszédet, akkor terítse ki a kártyáját, hogy ez miért gondolja, és én tiszteletben tartom az ő visszautasítását, vagy ellenkező gondolatait is. Igen. A konkrét iskola világa hivatás és barátság és szerelem ügyében. Fölteszik a Viktor András az ő pszichológiai kötet tanulmánya végén, hogy fel lehet tenni a kérdést, hogy vajon miért váltak az ifjak konformistává, mint régen voltak, miért ilyenek, amilyenek. Ebben sem megyek vele, mert hogy egy holnap délután veszett 100 évig itt állhatnék, hanem csak nagyon röviden szeretném a valóságot, tehát hogy mi van, és a kutalók esetleges gyökerekre. Mivel a mai világ nagyon sokszor hitevesztett, értékrendvesztett, zavaros dolog, ahol az alapfogalmak, az emberi kapcsolatok, a szerepek, minden összekutyulódik, és mindezt még megnyomorítja egy bizonyos haszon, élvezet, hatalom, és egy megfoghatatlan, valósíts meg önmagadat, egyénisége szerintem inkább egyén. Tehát az egyéniség az érték, inkább egyén bálványozó öntettel. Van ez egy egész leöntve. A diákok, hogy bejönnek, nagyon sokszor zavarodottan ebben a nagy kulimázban tétován, és nagyon súlyos téveszmékkel megrakva érkeznek meg hozzánk. Fölvillantok pár gyökeret, hogy
milyen fajta gyerekek jelennek meg ugye nálunk, és mi van velük. Utána beszélek, mert szerelem, meg a barátság, meg a hivatás mi nálunk. A konkrét példa, hogy igazgató úr rájött arra, hogy az egyik nehéz gyerekünknek, aki természetesen eszébe sem volt, hogy ő tanuljon, gondolt, hogy bejön hozzánk, eltölt pár napot így a melegen, mert fűtünk, és hát akkor majd megkapja így a bizonyítványt így szépen ajándékban, mert hogy az ő apukája egy igen komoly, hatalmú mafiózó volt a mi vidékünkön. És hogy behívott az igazgató az apukát, leült vele, és szeretettel megkérte, hogy a világének küldje be a gyerekét a mi intézményünkben, mert semmi értelme, hogy nálunk legyen, meg hogy az apuka többször megjelenjen az intézményben, ez úgy nem okos dolog, és valahogy rábírta arra, hogy vigyel a gyerekét, az apuka tényleg a hatalomban fiózó volt, ilyen is tudokat már, lehetett tőle félni. Aztán vannak a másik ilyen kis mozai gyerekek, kamionos szülők. Ugye anyuka azért, hogy a házassága tönkre ne menjen, apukával együtt megtanult kamionozni. Váltósok lett a két szülő. A probléma az, hogy a két szülő Európában van egész évben. Na, és akkor mi van a középiskolás kislánya, meg az általános iskolás testvérében? Hát időnként megjelennek a szülők, adnak egy borítékot a gyerekeknek, ahol kifizetik a rezsit, hát a társaságnak, hogy minek ezt a havi költségét, és könyörögve kért engem a kislány, majdnem térden áll a sírt, hogy el ne áruljam, mint a pedagógiai családsegítő szolgálat jelzőrendszerének lenti tagja, amely jelentene kellett volna egyébként azonnal, hogy gyakorlatilag szülő nincs otthon, üres lakásban járt az a két gyerek, amely egyik nevelik másikat, ugye a középiskolás a másik, és tulajdonképpen hát nem szabad elárulni, hogy nincs szülő. Mert hogy fölküld nekem, most hogy jelenik meg a szülői értekezleten. Miért? Azért, mert nincsen itthon Magyarországon, és akkor szeretnék magának tanárom mondani valamit majd négyszer között. Ekkor tudtam meg ezt. Mivel láttam, hogy a gyerek megbízható, már a kislány, tehát korai élet volt a gondolkodásában, ezért segítettem őt, és nem akartam, hogy az legyen a vége, mert az lett volna, hogy lenyomoztam, hogy azonnal elvették meg a szülőktől a két gyereket. Én meg ezt nem akartam, mert elég olyan gyerek van az iskolában, akinek eleve nincs szülője, és akkor nyergelek is át a nagymamás gyerekekre. Nagymamás gyerek egy külön gyerekfajta a mi iskolánkban. Az a lényeg, hogy az anyuka, tehát vagy a nyolcadik anyukája van most, vagy a nyolcadik apukája, vagy a nyolcadik próbálkozás alatt van a kérdés. De semmiképpen nem eredeti anyuka és eredeti apuka is egyszerre egy helyen egy. Ezért a nagymamának postázza az anyuka addig a gyereket, amíg az ősi foglalkozást űzi, vagy pedig ami keresi a 9. szexpartnerét, mert szerintem nem apukát keres. Ha a gyereket a nagymama neveli, nagymama nem biztos, hogy átlátja a mai világot, sőt biztos, hogy nem a tapasztalataik szerint, eljön a szülőire, mindent meghallgat, de nem nagyon érti már a dolgokat, nem is csoda, nem terhelő ezért, vagy nem bátorul ezért, de a gyerek élvezi a szabadságot, gyakorlatilag a nagymama nem tudja fegyelmezni a nyilván a középiskolás unokáját, azt csinál, amit akar, ott, ahol akar, hazaszalad, nagymama kimos, nagymama megfőz, megeszem, szennyezt eldobom, és rohanok, nem tudom, hová, mert hát nagyon szabadon vannak ezek a gyerekek. Óriási probléma a nagymamás gyerekek. Már tisztelet a kivétel az erősségű nagymamáknak, olyan is van, aki aztán dolgozó gyerekek. Tanár úr, azért nem járok az órákra, nem azért, mert hogy lenézem, vagy nem akarok, hanem egyszerűen dolgoznom kell. Ha én most nem dolgozom, tanár úr, nem tudja az anyám kifizetni, vagy a apám, vagy a szülők a rezsit. És akkor én most mit tegyek? Tehát óriási probléma. Nagyjából ezeket akartam így gyorsan felsorolni. Barátság. A barátság helyett azt látom az iskolában, hogy a barátság kihaló félben van, mint a dinoszauruszok. Vagy már nem is tudom. Tehát a barátság helyett megjelenik a haver, mint elmélet és gyakorlati kategória. A haver az, aki segít, hogy ne egyedül hidd magad a hülyének. Tehát, mert
egyszerűen nem sokat beszélgetünk egyébként, mert pontból a zene általában, tehát hallani nem lehet egymást, de van uncsi, úgy egymagamban hülyén lenni magam, de jó, ha vannak egy 80, akik szintén négyezár fognak ki a fiáraton kimenni, velem együtt. Tehát ez nagy probléma, hogy a barátság, mint érték, az alig működik, nagyon ritka az igazi barátság az iskolában. Ez az egyik oka, ez a haverság pedig egy ilyen nagyon sekélyes erkölcsi kategória. Ez az alkalmi szórakozó partner, vagy alkalmi balmi partner, mert hogyha ketten csinálunk köztéri bútor hongálást, akkor az úgy, hogy magabiztosan vagyunk, ha ketten zúzunk, mint ha egyedül. Tehát ez így kb. Ilyen szintű kapcsolat. Meg hát a barátsághoz hűség kell, a barátsághoz egymás megismerése, és a mai gyerekeknél erre valami nincs idő. Érdekes dolog, hogy fél kilométer hosszú értelmetlen videók nézegetésére van idő, fél kilométer hosszú hétvégi ivásokra, tombolásokra van idő, a közvetlen haverjuk igazi megismerésére talán nem nincsen idő. Tisztelet a kivételnek. Megrekednek a kapcsolatok valahol a haverságnál. Ritka a barátság. Szerelem. Hát a szerelem az, hogyha általános diák értelembe veszük, hogy a fiú felfedezi a lányok világát, lány a fiú világát, és valamiképpen a jövendő párját, gyermekeinek jövendő anyját látja a lányban, akkor szintén dinoszaurusz jelenség kihalt. Így három nap ezelőtt közölték veled a lányokat, hát a gáról mit készen magát, hogy varlás. Ugyan már rohan a fiú is nekifutásból lefekve bennünket, átmegy rajtunk, meg a baráti köze is, és akkor hát milyen jó volt, mert hát mégis az az iszmos nagy teste, hú, és akkor miután ez lecseng, utána köbből negyedéves korára a lányok egy része, az olyan kiég arccal néz így a világba, mint a világ irodalomnak a legkiemelkedőbb éjszakai pillanatója, hogy őket a költőkírók leírják, hogy tulajdonképpen minden túl van már. És ez nagy baj, mert szalagadatos lány minden túl van már, minden vagyja érte, nem vár senkitől semmi, se fiútól, senkitől, tehát nem lesz nagyobb család az ilyen kiégen. Semmibe bámuló, cinikus hozzáállás volt. Szerelemmel is baj van, mert a szerelmet leegyszerűsítik a szexre, és az emberi kapcsolatból férfi és nő között álmucik lesz, nem pedig személyek, önfeláldozó, vagy kölcsönös tiszteletben tartó, elegáns kapcsolata. Nem csak ilyen van, van azért vallási, csak hogy az arányok. Harmadik a hivatás. Hát a hivatás az végképp problémás dolog a mi iskolánkban. A diákok nagy része azt mondja, hogy a hajlam, tehát amire Karácsony Sándor azt mondja, hogy nem lehet hivatást építeni, a mi diákban csupán mindegyik arra hivatkozik, hogy a hajlam és a kedv. Nekem ehhez volt kedvem. Én úgy érzem, hogy nekem ehhez van hajlamom. És aztán a szakmáknak a cserélgetése. Szerintem nem is az az igazi probléma, hogy ő nem találja a szakmáját, hanem hogy nem akarja megtalálni. Általános fegyvereldobás és általános visszavonulás és menekülés kezdődik, amikor felfedezik, hogy a szakásnak, a pincérnek, meg a cukrásznak dolgoznia kell. Tehát ez nem azt jelenti, hogy nézegetjük a cukrász múzeumban hordta gyűjteményt, hanem hogy ezt meg kell csinálni. Melózni kell, a krémet meg kell csinálni, a tésztát el kell készíteni, ideáig tésztás leszel, lisztes leszel, zsíros leszel, piros leszel, és az étel az a végén van a csodálatosan szép. Étel az a végén. Közben kőkemény munka. És akkor is meg kell csinálni azt a hat nyelven beszélő megrendelt menüsor, ha nincs kedvem, ha fáj a fejem, ha szürke kedvem, és én kettő nem akarok rosszabb sütteket készíteni, ki van adva, és csinálni kell, mint egy gép, vagy mint egy motor, nagyon sokszor a szakács munka is igen. És a munka, a következetes munka, az számukra szürke, unalmas,
meg ahogy ők szokták mondani, hogy már csicskája legyen valakinek. És ekkor szoktam előszedni például Krisztus keresztjét, hogy higgyétek el kereket, én akkor vagyok a legnagyobb, amikor lettek el a keresztelő. És akkor elmondom nekik, hogy ez azt jelenti, hogy ha benne nincsen tisztelet, megbecsülés, fölnézés, valamifajta értékre, kincsre, tudásra, soha nem leszel igazi szakács, igazi pincér és igazi cukrász. Ha nincs benned ez a bizonyos fokú állítat, akár a szakma irányában is. A hivatás, tehát hivatás válság nagyobb problémákra vezethető mindig vissza. A munka szeretete, az önmagammal való azonosság, és végül az, amit Krisztus úgy szokott mondani, nem húzom tovább ezt a témát, hogy ha a mag nem hal el, és nem adja át magát a halálával egy új élet születésére, akkor a magtárba terméketlenül meg fog halni. És én ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy mivel a világ összes szakmáját nem tudod kipróbálni, nézd végig azokat, amelyeket meg tudsz ismerni. Próbáld őket hathatósan megismerni. Nálunk is vannak szakmák éjszakai, pályaválasztási tanácsadók, eljárunk bőrzékre, budapesti bőrzékre, regionális bőrzékre, kerületi bőrzékre, és mi magunk is tartunk nyílt napokat, szakmák éjszakai, stb. Tehát ismerjél meg valamit, és próbáld rá szívvel, lélekkel azt elsajátítani, és tedd rá az életedet. Akkor boldog leszel. De olyan szakma nincs, amiben nincs szolgálat, ahol nincs teher, ahol nincs munka, ahol nincs kereszt. Olyan szakma nem létezik. És ha olyan szakmát próbálsz megcélozni, akkor tégedet az iskolánknak a pályakövetési rendszere a rendőrségi jegyzőkönyvekből fog megismerni. Ahogy szoktam mondani viccesen a diákjainknak nyáron, mielőtt elengednénk őket júniusban, hogy nehogy a rendőrségi jegyzőkönyvekből ismerjék meg, hogy hol meg a támányt csinálták. Ennek ellenére van néhány ilyen, tehát aztán a következő dolog, hogy ugye ők szakközépiskolába jönnek, szakgimnáziumba. Hatalmas szakadéktárunk a törvényhozó iskolatípus előírásai, meg a valóságos gyereksereg befogadó képesség és alkalmassága között. Szeretném mondani, hogy folyamatos törvénysértésben vagyunk összes tanár kollégámmal együtt, folyamatosan, mert nem csak hogy a nemzeti tanterv és a keret tanterv, de még a tanmenet előírásait sem tudjuk megvalósítani, középiskolai fokon. Ugyanis ahhoz az kellene, hogy írni, olvasni, alapfokon gondolatokat megérteni és összekapcsolni tudó emberek jöjjenek hozzánk, akiknek például már nem jelent nehézséget egy mese megértése, vagy a János Vitéz gondolat sorának elmondása. Ennek ellenére tulajdonképpen magammal cipelhetném minden egyes órámra a magyar értelmező képviszótár összes két kötetét, meg azt az egy újat is, amit nem nyilvattak ki, mert olyan alapszavakkal vagyunk hagyományban, amely a magyar alapszókincshez tartozik, és óriási probléma a diákjainknak, hogy kifejezzék magukat, de én már annak is örülök, ha valaki és hűmög, mert akkor már akar valamit mondani, tehát valószínűleg van valami gondolata, de sajnos egy jó részüknek még ez sincs. Tehát először gondolatot kell neki adni, el kell vezetni arra, hogy tudod, az a gömb, amit akadom van, nem csak arra való, hogy hordozza a két pici golyót, amivel észrevezik a dobozos sört a kocsfetején, hanem másról is lehet használni ezt a gömböt, amit akadom. És akkor én elmondom neked, hogy minek. Meg aztán azt szokták mondani, hogy nem akarunk mi filozófusok lenni, meg nem akarunk mi írók, költők lenni, minek kell a maga óráira járni. Hát mondom, pont azért, Rozi, hogy ne így fogalmazd meg a téves gondolatodat, hanem ha már téves, akkor elegánsan fogalmazza meg. Helyetted én ezt így mondtam volna, és akkor elmondom neki, hogy mondtam el volna az ő téves gondolatát, de megbeszéljük, hogy milyen téves, és már is elkezdtem korát tartani úgy, hogy ő észre se vette.
És ez megint Karácsony Sándornak a csodálatossága, hogy úgy félre kell tolni a tanmenetet, mint a húzat. Nem fogok így január 2-án ott tartani a leíró nyelvtanba, hogy a okos emberek megtervezték nekünk, hanem egyáltalán azzal foglalkozunk, hogy megismerkedünk az igék világával, önmenet világával, tehát elindulunk a semmiből, a sötétből, a piciből, és valamennyit fölépíten őket. Őnekik nem kell leíró nyelvtan, nekik ismerni kell a leíró nyelvtan alapjait. Ha ennyit elérek, én úgy ugrálok, mint a mondásbeli majom, aki megtalálta a seregpontot. Tehát, hogy lehetetlen. Tehát azért vagyunk törvénysértésben, mert nekünk általános iskolai dolgokkal kell foglalkozni ebben a középiskolás műintézményben, sőt időnként piros autókat kell dologatni és pöttyös labdákat pattogtatni, amikor elfogy, idézem kollégámat, a majom csapatnak, a ennél zárója bezár, én soha nem szoktam őket így mondani, kollégám ez egy majom csapatnak, a türelme, és akkor el kell kezdeni velük egy ugrálni az asztal tetején, mert most akkor nem lehet tovább tanítani, mert elfogyott a türelem. Természetesen lesz majd változás jövőre a szakképzésben, egy kicsit csökkenteni akarják, magam ellen beszélek, a közismeretnek a világát, és akarnak létrehozni ilyen tanműhelyeket azoknak a tanulóknak, hát kb. 80%-ának, majd előre mondom, akik nem tudnak mit kezdeni sima gimnazista elméleti és tantári viszonyokkal, azokat majd leviszi a mester a munkapad mellé, vagy hát pontosabban a tűzhely mellé, és akkor a gyakorlati műhely munkával válnak valamiképpen szakmunkássá, kevesebb, kisebb elméleti terheléssel. Ez így nagyon szépen hangzik, ez az új modell, csak azért, tehát aki nem tud írni, olvasni, nincsen gondolata, abból az hogy fogja megérteni majd a szakkönyveknek, vagy a mesternek a szakmai szövegeit, vagy a gondolatait. Ez, tehát majd vannak itt problémák. Vannak azért sikereik is, hogy ne csak jajgatással foglalkozzak. Bejelentették a digitális forradalmat a mi iskolánkban is, ez aztán gyorsan el is maradt. A beígért 30 okostáblából egy se érkezett meg, néhány számítógép, meg az nem tudom hány vagy 50 laptopot ígértek, nem nekünk, nem a diákoknak, az se érkezett meg, és tulajdonképpen fölösleges is ez a hatalmas digitális forradalom, mert először általános iskolai tudási forradalmat kell végrehajtani, és akkor utána van. Egyébként, aki nem tud gondolkodni, az nem fogja tudni, se az okostábla, okostáblaként nem más, mint egy kinagyított számítógép felület. Tehát annyi haszna van, hogy nagyon jó gyakoroltatni különböző dolgokat. De egyébként olyan, mint egy kinagyított számítógép felület, és annyi a különbség egy számítógéphez, hogy az több millió, ez meg kevesebb. Tehát csak ennyi. Egyébként pedig, aki nem tud gondolkodni, fogalmi problémája van, fogalmazni nem tud, gondolata nincsen, akit be kell vezetni az európai fehér embernek a birodalmába, az a diák tulajdonképpen van a kezükbe 6 nyelven beszélő félmilliós tütyű, az van neki, tehát kezdet biztos, hogy mindegyik eszik, de telefonja van. És hiába próbáljuk bevonni a telefont az oktatásba, tehát aki nem tud gondolkozni, az a telefonnal együtt sem fog tudni gondolkozni. Olyan problémák vannak egyébként, hogy keressétek meg, hogy ki volt Zrínyi Miklós. Na, utcú nekünk, mindenki rácuppan a telefonjára, elnézést, hogy ezt mondtam, előveszi, el kell használni. Keresítek meg Zrínyi Miklós. Hosszú izzadás, izzadnak, görnyednek, egymás pad alatt utogatnak, stb. És egy idő után megszólal a szóvivő. Nem találjuk. Hát mondom, ha mindenkinek van internetes telefon, mi az, hogy nem találjuk Zrínyi Miklós? Találunk, zárjuk röviden, mit kell beírni? Tehát itt bukott meg a digitális forradalom iskolában. Ezen a ponton bukott meg. Ugyanis, ha valaki nem író olvasó ember, tehát az alapokkal nem rendelkezik, akkor lehet hat nyelven beszélni neki képernyőről, tehát azt se fogja érteni. Vannak a nehézségek mellett örömeik is. Például az, hogy aki itt tanít, az vagy meghal, tehát van egy régi mondás, vagy megszoksz, vagy megszöksz. Na most az a lényeg, hogy innen már mindenki megszökött, aki nem igazi pedagógus. Tehát a kényelmes kolléga, a túlokos kolléga
a diktátor kolléga, a finom kurigőt kolléga már mind elmenekült, már mind felállt a székéből, elmenekült szabályták. Tehát aki itt maradt, az tényleg Karácsony Sándorhoz hasonló gondolkodású, valójában tudva, tudatlanul az ő irányelvek szerint tanító tanárrá vált, és innen is látszik, hogy az ő rendszere nem elméleti rendszer, mert hogy a mi tanárok a frontot tanultuk meg kezelni a puskát, mert lőttek rá. Tehát kiküldött az őrmester úr a frontra, lőni nem egészen tudok, és ott meg kellett tanulni lőni, mert rám is lőttek. Tehát muszáj visszalőni, és a gyakorlatban mindenki ugyanott lukat ki, ahol Karácsony Sándor. Én megszereztem a Hertői tanár úr jóvoltából a legfontosabb köteteket, ott van a könyvtárban, a kollégáknak tartottam egyszer előadást erről a dologról, de én tudom, hogy nem az előadás meg a könyvek fognak itt zenélni. Az, hogy életben akar maradni a tanár. Életben maradni. Egyszerűen, és ahhoz, hogy életben maradjunk, akkor vagy azt csinálod, amit Karácsony Sándor mondott, vagy visznek a Szent Mihályba. Mert a jutóvét az a kérdés. Ez az egyik. A másik az, hogy ha sikerül alkalmi, persze Karácsony Sándor se vietnámi csodaharsa. Tehát van olyan gyerek, akinél nem van. De ilyen mindig van. Jézus Krisztus is fölsült Kafarnaumban, meg Názáretben, pedig ő volt a megváltó. Tehát ő meg is mondta, hogy senki sem próféta a maga hazáján. Egy iskola az a ma, mi hazánk, és időnként van egy gyerek, aki én nem vagyok prófétán. De azért az egy jó dolog, amikor odaállnak abszolút egyszerű kis emberkék a végzéskor, és könnyed szemmel adnak nekünk egy ilyen vacak kis cukrozott bor ajándéka. Nem az a lényeg, nem azt nézem, mint ad, csak látszik, hogy még most sem tudja, hogy melyik a normális bor, de mindegy. Tehát az a megtanítottuk arra, hogy hála, hogy megköszönjük. Mindenki mit ad, adhat egy fél tévát is, én annak is, de adott. És könnyed szemmel azt mondja, nem mindig vannak ilyenek, de rendszeresen van a tanár úr, maga ember faragott belőle. És igazából nekünk meg kell próbálni a lehetetlen. A társadalmi ellenszél, a család roncs világ ellenszélben ember faragni olyan emberekből, akiket úgy bízott ránk a magyar állam, nem mondja ki nekünk, hogy ők azért, hogy úgy bízta ránk, gyerekek. Ha ti nem tudtok belőlük szakácsot, pincét, meg cukrást csinálni, akkor következik a rendőrség, meg a börtön személyzet, annak a kezei közé kedve életnek. És vannak diákjaink, akik úgy érkeznek, hogy büszkén mondják, hogy az apám meg a bátyám már bentül a börtönbe. És akkor mondtam neki, hogy na, gyorsan akkor megnézzük, hogy milyen a főnév, hogy ne kelljen bemenni harmadiknak a cellában. Tehát, igen. Aztán van két diákom, aki közül az egyik eljutott a budapesti gazdaság, nem tudom, hogy így nevezik-e még, szerintem már nem, a budapesti gazdasági főiskolára, már szerintem egyetem, Budapest egyetem lett belőle, oda eljutott. Egy másik tanítványom nem régen, két évvel ezelőtt pedig a vendéglátóipari egyetemre sikerült és turisztikai egyetemre bejutnia, vannak ilyenek is. És ővel rendszeres levelezésben vagyok, és ők is bejönnek levet kalappal, és azt mondják, hogy és ekkor kicsit elérzékenyültem, mert hogy maga nélkül nem jutottam el volna. Ez a hivatás. Ez a hivatás, hogy hazamegyek, ki vagyok kacsarva, mint egy rongy, nem annyit dolgozom, amennyi benne van a tantervbe, meg a munkahelyi önvizsgálatban, régen öcsnek hívták, hogy pedagógus önsegítő csoportnak, tehát rájöttek, hogy nem jó. Egyébként tartalmilag nagyjából annyi. Be kell bizonyítani a pedagógusi pályán. Én most nem a jelenlegi minősítési rendszer ellen beszélek természetesen, mert nem politizálok, csak alul nézek be. Tehát kétszer be kell bizonyítani diploma szerzés után,
hogy én pedagógus szeretnék lenni, és alkalmas vagyok rá kétszer. Tehát meg rendszeresebb az intézményen belül is, meg majd jön a külső ilyen ellenőrzés is, és akkor a kollégámnak a minősítését azzal bántották szegény kollégámat, már 15 évvel az égetben van a pályának én, tehát ilyen öreg mókus, hogy maga miért nem vonja be a mobiltelefonokat kellően a töri órába. És de ezzel bántották őt. Az nem zavarta őket egyébként, hogy nem zenékeknek a fejébe varázsolta bele a történelmet ilyen gyereksebeknek a fejébe, és képes volt nem egy gyerekkel megfelelni. Tehát a legnagyobb varázslat az nem számít, de az számít, hogy ellenőrzés volt, hogy a furcon álló miért nem nyomogatta a mobilokat a jövőben. Én úgy gondolom, hogy Isten fiának a kezét megfogva, ha figyelünk a diákra, szabadságot adunk neki, viszonyulunk hozzá, tiszteljük ő a téves véleményét is tiszteljük, és rábírjuk arra, én Karácsony Sándor azért szeretem, mert ugye azt mondja, hogy miért a diák érdeklődik, kérdez. Miért azt kérdez, aki már tudja a választ? És az egész egy ilyen műanyag hazug helyzet. Ha én kérdezgetek azoktól, akik nem tudják azt, amit én tudom. Tehát világos, és az igazi tanárság, a csúcsa szerintem az, amikor úgy veszem rá a kérdezésre, a tanulásra, akár hetszeréssel a diákokat, hogy elkezdenek kérdezni engem. Elkezdenek tanulni úgy, hogy nem veszik észre. Mert ugye azzal már nem szabad kezdeni, hogy mi most tanulni fogok. Mert akkor fordul a másik oldalára, mint a részek az árokmagát, akkor esély sincs a munkára. Befejezésképpen, ugye van még kis, nincs, jó? Befejezésképpen én egy verset szeretnék röviden elmondani, egy tanszöveget, bocsánatot kérek az idő túlépésért, Kőpálya. Deák Bill Gyula, híres személy származik a mi vidékünkről, és neki van egy éneke, amivel a mi diákjainkat gyönyörűen leírja. Akkor legyünk olyanok, mint a tartalomhoz a forma, csak nem amfóra, hanem Deák Bill kapitán dalszövege a mi iskolák világában. Szám kivetettek, bőrös fiú, fénylőszerű kis csajok, szaka, hitetlen csavargó, az apátok, most én vagyok. Lakótelepen unatkozok, ragasztó szívű vakok, nem lehetett soha gyermekem, apátok most én vagyok. Piszkos, csóró, dzsungos rácok, ha nem jön meg az álmotok, tudjátok, hogy élek, és az apátok most én vagyok. Erős dohányos lányok, kőbányai vagányok, aluljáros nemzetét, az apátok most én vagyok. Külvárosi életet, intézeti lázadok, akárhová vet a sors, az apátok most én vagyok. Jöjjetek el hozzám, jöjjetek el hozzám, legyetek ti a gyermekek. Az előadásokat követően a közönség soraiból is megosztották néhányan a témákat érintő gondolataikat az egybegyűltekkel. Először is szeretném megköszönni a három előadónak az előadását. Nagyon élvezetes volt, nagyon sokat mondott, nagyon sok mindent eszembe jutott. Azzal kezdtem az előtt, hogy bemutatkoztam Bíró Ferencnének hívnak, és ebbe a községbe érkeztem 1964-re, és azóta itt élek. Itt mentem nyugdíjba, mint alsós, legtöbbet első-második osztály tanító.
Kár, hogy annak idején a főiskolán Karácsony Sándorról semmit sem hallottunk. Most, amikor elolvastam az Ifjúság és Hivatás című regényét, amit akkor jött, amikor én születtem, tehát 1942-ben. Nagyon sok mindent leírt benne, ami a pedagógus munkájához kell, és amit nekem számomra többet mondott, hogy mennyire kell ismerni és szeretni azt a gyereket, vagy gyerekanyagot, akivel dolgozunk. És a mai, mert most a unokáim, ugye még iskolába járnak, egyik általános iskolában, másik középiskolában, azt látom önálluk, hogy nem igazán ismerik a gyereket. Tudnék, vagy nem tanulták meg annak idején a gyermeklélektant, pszichológiát, vagy elfelejtették, vagy lehet, tehát ezen én nagyon sokat gondolkodok, hogy vajon csak a fizetés, a kevés fizetés, az sose volt sok. Sose. Én 97-ben mentem sajnos a leépítéssel, már 96-ban, nyugdíjba, 27 ezer forinttal. Ma 77 éves vagyok, és a nyugdíjam 127 ezer forint. Főiskolai végzettségem. Tehát nem lehet ráfogni csak arra, hogy azért van baj a mai gyerekekkel, vagy iskolában, mert nem tudették meg rendesen a pályát. Sok minden. Ilyen például, hogy ugye azzal kezdtem, hogy nem ismerjük a gyerekeket. Ez adódik talán abból is, hogy nem kötelező a családlátogatás. Tehát falunk, ahol, tehát nem olyan, mint a nagyváros, még itt sem ismerik a gyerekeket. Mert a gyerek is olyan, hogy nem biztos, hogy úgy viselkedik otthon, mint az iskolában. Egészen más is gyerekek. Az is, hogy ideírtam magamnak, hogy minden összefügg mindennel. Hát valamilyen gondon összefügg. Meg azt látom, hogy talán jó lenne, ha visszavezet, tehát visszahoznák, különösen alsó tagozatra nézve az alkalmassági vizsgát. Mert úgy látom, hogy hát nem volt más lehetőség annak idején, nem vették fel az egyetemre, vagy bármi jöhetett közbe, de olyanok kerültek a pedagógus pályára, akik nem van meg, aki nem szereti a gyerekeket, abból sose lesz jó pedagógus. Csak azért, hogy bennünket is eltöltött, tehát minden rezdenését ismerni kell a gyereknek, és mindenkivel egyénileg kellene foglalkozni az órákon.
nem csak az, hogy most ugye a hívőnkben felvértük a tábláról, most digitálisan kivetítjük, vagy nem tudom, mit csinálunk vele, hanem minden gyereket ott tanítani, mert tart, vannak folytatni tovább. Mert a házépítésnél is, ha kihagyunk egy résznél, vagy négy-öt, vagy tévát, az a ház össze fog borulni. És én ezt látom az egyik legnagyobb pipának, hogy mikor elmennek középiskolába, akkor nincs az alap, tehát az alap dolgokat kellene segíteni. Amit még szeretnék mondani, ezt kihozta az egyik előadó, megmondtam és följegyeztem az idegen nyelvvel kapcsolatosan, hogy szerintem hiába várjuk el, akinek nincs rá hajlama. Tehát ugye van az egyik ember humán beállítottságú, a másik reál beállítottságú. Például én humán vagyok, és mái napig verseket tanulok, meg gondolok. 77 évesen is. De fizikához, vagy a mai technikához abszolút nem értek. Akinek nincs a nyelvhez értéke, az nem fog tudni diplomát kapni. Tehát ez nem valami változtatók előtt. Vagy még egy dolgot, és befejezem, hogy nap mint nap halljuk a tévéből, hogy ma minden a gyermekét. Megindítják a bölcsődéket. Tudja. Na most nem tudom, hogy melyik az igaz. Egy jó ideig, amikor becsukták őket, akkor azt mondták, ugye azt lehet csak minden a csatornában, hogy a gyerek, a kicsi gyereknek az anyja mellett a helyenek érzelmileg, akkor tönkre lehet tenni, ha egy betegséget. Majd, tehát egy csoportos helyre. Most mit csinálunk? Nyugtjuk, mert dolgozni kell anyukának, de csak egy részének, mert lett olyan, hogy jó gondú, és az is be fogja tenni a gyerekét, hogy ő meg az tudjon lázat, tisztáskodni, vagy hogy mondják. Tehát érdekes dolgok között, amit nem tudom. Tehát összebiztosságban én úgy érzem, és bántja a fülemet, amit mondja a televízió, hogy minden is gyerekek érdeztünk. Nem, ez így nem igaz. Én valóban rövid leszek. Nagyon köszönjük az előadóknak. Jó volt hallani őket, igazuk volt, csatlakozom véleményükhöz. És legfeljebb annyit tudok még mondani, hogy az a baj az ilyen konferenciákkal, hogy én majd 20 évig voltam presbiter a Péceli Református Egyházközségben, és a templomunkban nincs WC. Mert műemlék épület a rádaiak építették, és harcoltam, mint presbiter azért, hogy tolják már meg valamelyik végén, mert az emberek nem bírják ki végül Isten tiszteletet, pláne az én koromban. Még most se sikerült megvalósítani, de itt van úgy, hogy rövidesen használom. Én is nagyon rövid leszek, Erdmény Pál vagyok. A három előadás nagyon tetszett nekem, mind a három, konkrétak voltak, és egymáshoz nagyon kapcsolódtak, kiegészítették egymást, és ami a legfontosabb, hogy kérdések merültek föl benne ezzel kapcsolatban, de ezeket a kérdéseket majd írásban
megnyugtam a későbbiekben. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Rádöbbentem, hogy miért is szeretnék ide járni. Szomjazom az okos és szép szót ezért. Köszönöm az előadóknak. Csáki József vagyok, és hát én mindig a lövészárokban voltam, közel 4 évtizedek keresztül. Nevelőtthonban kezdtem a munkámat, és egyik első élményeim közé tartozik, hogy vasárnap délután visszaügyeletet tartottam, és jön az anyuka, aki korábban kiállta azt, hogy ismét családra nevelkedésen a lánygyermek, és azzal a felállítással hozta vissza, hogy oldottan is írja a férfiakat. Tehát a kihívás az inkább az enyém pályának megadódott. Majd később 78-tól mindig a honorásai szakképzőiskolában dolgoztam, matematika, kémia, tényterően megismerett és vállalkozás is meg tanítottam, később igazgatóként mentem ebbe az iskolából egy nyugdíjba. Akkor 1300 diák az iskolának, a 19 szakmát tanítottunk, ma 300 fős az iskola. De nem akarom ezt tovább árnyalni. Ami kiválkozik mindenképpen belőlem is a időrűségére tekintettel vagyok. A szakképzésnek egyik legnagyobb problémája az, hogy kettős feladatot kell ellásson. Egy, szakmára kell felkészítenie, kettő, szociális hátrányokat kell orvosolni. A kettő együtt megoldhatatlan feladat. Mi találtunk az iskolában egy időben erre megoldást, a több tárgyból visszamaradt 9. osztályos diákokat egy úgynevezett F-osztályba soroltuk, azért F-osztály, mert fontolva hallatok osztályával. És erre a osztályra önként jelentkező kollégákat módszertanát felkészítettük. És nagyon jó eredményt értünk el. 60-70%-ban vissza tudtuk vezetni őket a formális képzésbe. Ebben az F-osztályban ugyanis non-formális, informális képzésen volt a hangsúly. És azt kaptuk a fenntartótól, hogy diszkriminálunk. Diszkriminálunk. Nem rakozott tovább. Az, hogy a média és az irányítás ilyen problémákat hozott elő. Milyen szépen Magyarország leghallgatottabb rádiójának mondja magát az egyik adó, és akkor a műsorvezető Jókofán azt mondja, hogy pörög, mint a vetésforgó. Szóval, ha ilyen képzavarral szentesünk és ezzel nem döbbenünk meg, vagy ha továbbtanulásról van szó, roma gyerekek felzárkóztatásáról, feltétlenül az az ember, aki diplomássá válik, és nem jó szakmunkássá, vagy szakember. Tehát annyira levarválódott a szakképzés ma Magyarországon, és ez nem az elmúlt 1-2-3, nem tudom hány évtizednek a hozadéka, hanem sajnos ez hosszú évtizedek az eredmény, vagy eredménybelepség. Ebből a kártyúból kikerülni nem tudom, hogyan lehet, mert akkor, amikor az értékvesztett világban keresünk értékeket, akkor sötétben tapogatózunk. Én pálya elhagyónak tartom magam Miklóssal egyetértve, de nem tudnék már olyan affinitással a pályán maradni, hogy ott ártalmat ne kövessek el. Elfogytam, kiégtem, a hivatásom elveszítettem. Pedig én a hivatást ajándéknak tartottam, ma is annak vélem. Szerencsére olyan váltást sikerült az életem során csinálni, amelyben idejesedek. Egy egészen más helyzet, élethelyzetet folytatok, és itt jól érzem magam. Nagyon sok sikerem volt, és nagyon sok érdekes helyzetek. Említetted kollega, hogy szeresd. Hát én megpróbáltam egyik alkalommal szeretni a kislányt, és úgy megszokásból problémát beszéljük meg, vállalat tettem a kezem, és azt mondjuk, maga macerál engem, pedofil. Tehát ha ilyen helyzetek vannak, akkor nehéz a szeretet mentén
pályát művelni. Persze vannak olyan helyzetek is, hogy ne csak az árnyal dologról beszélünk. 1989. december 24-22, Dárina Korna és Tőkés László mellett mindenki belépőkorban, és az egyik iskolánkban járó szikus gyerek őrzi éjszakán keresztül az említett emberekért szimpátia tüntetésen megnyújtott gyertyának a lángját. Ez a szikus gyerek végül lakatosként végez nálunk, majd kimegy tenniszbe, ott elgondolkodik, visszajön hozzánk meg a mi iskolánkban érettségit adó képzés és szakképzéssel épülő érettségit adó képzés, szakmunkások szakközépiskolája, leérettségizik, és majd akkor rövidít. A Pécsi Mihály szakképzés, vagy szakközépiskolából technikumból eltanácsolták a diákot, nálunk könyvesként végzett, kollégiumban olyan nevelői környezetbe került, miután mondom, amely inspirálta őt. A lényeg az, hogy ma Magyarország vezető csomagolás technikai cégét vezeti, saját tulajdon cégét, Heleni Porcellán, Zserbó cukrászdát, Tokaj kereskedőházat, ilyeneket csomagol. Tehát csak azért említettem ezt a kettősséget, hogy az iskola rendszer ezzel van elhelyezve. A szociális problémák és hátrányok leküzdése és a tehetséggondozás kivonatkoztatása. Ez hivatalos politikát nem ismeri fel, akkor a zsákutcán vagy. Köszönöm szépen. Sok helyet tudnám mondani. Közben nagyon örülök annak, hogy pont a szakképzés részéről ennyien hozzászóltak. Én egyetemen is tulajdonképpen egy szakképző egyetemen töltöttem a pályán. Tehát ezek a problémák nem ismertenek teljesen. De én csak annyit tudok mondani, hogy idéznék egy magyar írónak egy novelláját, bizonyos Bóra Ferenc a Karcinál szól. Hogy Bóra Ferenc ugye a szakiskolában rájött, hogy abban az inas gyerek osztályban, ahol az idősebb kollégák azt mondták, hogy előbb ajítsa be a botját, mielőtt bemegy, mert másképp nem lehet érvényesülni. Egy idő után rájött, hogy ha mesélne nekik, mesélne olvas, a pékinasnak meg azt mondja, hogy aludjon nyugodtan, mert álmos, akkor abban az osztályban rendben, és idővel még tanítani is lehet. Szóval ez az, amit itt többen mondtak, hogy mindenkinek szeretnék el szóba állni azokkal a gyerekekkel, akikkel találkozik, és ezt talán így előre visz, és segíti őket abban, hogy legyen belőle valami. Köszönöm. Rövid gondolatom van. Az egyik az, hogy olyan jó lenne, hogyha elérjük, persze ez már megint ez a három feles után, ez a de jó lenne, tehát tényleg jó lenne, hogyha olyan mértékben megbízna bennünk a mindenkori, akármilyen színű vezetőség, vagy akárhogy hívják a király, hogy egy kicsit nagyobb szabadságot adjanak a szakértő iskolákban, a jogi kereteket, oktatási formákat illetően, tehát hogy a szabályozás azt segítse, hogy azok, akik ott küzdenek a frontvonalon, tegyék azt, amit lehet, amit tudnak, és amit esetleg a szabályozás miatt csak jogellenesen tudnak, vagy tesznek máshol, mint ahogy. Tehát, hogy egy nagyobb szabadság, alkotói szabadság kellene az ilyen helyekben. A másik az, hogy a szeretetet én, amikor azt mondtam, hogy szeretem a diákaimat, kétféleképpen értem. Tehát az igazi pedagógus, a Karácsony Sándor típusú pedagógus, az úgy szereti a gyerekeket, hogy életét adja értük, akkor is, ha a hajaszála az égnek áll, a gyereknek az öltözetétől, a gondolkodásától, a szüleitől, az
a létező, nem létező értékrendjéről, tehát a krisztusi szeretet azt jelenti, hogy az életemet adom érte. Nem azt, hogy a nekifutásból a nyakába ugrok és összepuszítatok. Aztán egy, a diákok egy részét érzelmi módon is szeretem, természetesen, amelyik engedi, de szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a szeretet, a biblikus szeretet, az az életet adó szeretet, és nem pedig az egyoldalú romantikus, vagy a diákjai mondják a nyálas típusú szeretet. Ezt a kettőt. A konferencia a Földes Nagyközségi Népfőiskolai Egyesület Közös Érdekünk nevű projektjének keretei között valósult meg, mondta el dr. Szabó Irma, az egyesület elnöke a konferenciát záró beszédében. A zárszót követően közös ebédre, majd a Karácsony Sándor Művelődési Társaság éves közgyűlésére került sor. Kivételes kegyelemben volt ma délelőtt, illetve a nap folyamán részünk. Ugyanis ezek az előadások, amiket hallgattunk, nem csak elgondolkodtak bennünket és aktivizáltak, hanem valahogy kiemeltek bennünket a hétköznapokból, pedig teljesen hétköznapi dolgokról volt szó. És ez az, amiért érdemes ilyen konferenciákon részt venni, hogy a mindennapi dolgainkról hallunk, elgondolkodunk, és ezekből az ismeretekből feltöltekezve saját magunkat megújítva végezzük tovább a mindennapokban a dolgunkat. Azok is, akiknek szerencséjük volt, a sors kegyeltei, hogy megtalálták a hivatásukat, és azoknak is, akik még keresik, mert a hivatást megtalálni azért soha nem késő. És akik itt ülnek, azok közül mindenkinek része van abban, hogy a szűkebb és tágabb környezetében egyre több olyan ember legyen, aki valóban a hivatásának élhet, hiszen az ember élete célja, mint ahogy kollégám mondta, hogy az egyetemisták kíváncsiak erre, és érdekes módon éppen tőlem is ezt kérdezték a múlt hétkedden, hogy mi lehet. Mi abban állapodtunk meg, hogy a boldogság. Méghozzá annak a boldogsága, hogy az embert az útjukon olyan kísérő segítik, akik segítségével ki tud teljesedni, el tudja élni életének és képességének az optimumát, a boldogságát, úgy, hogy tudjon mindabból a szellemi értékből adni szűkebb és tágabb környezetének, amit élete során felhalmozott. És Karácsony Sándor ezért több a földesieknek, mint egyszerű érték a lista, helyi értékek listáján, hiszen mint a ő számukra példa, akinek az életből merített ismerete, tapasztalata és ennek a megismerése segít önmagunk és mások építésében, és segít abban, hogy mindenki, ahogy az idézet is mondja, a maga helyén tudjon világítani. És ez a konferencia, ami ma még végig éltünk, az embernevelés, illetve az emberfaragás egyik állomásáról szól, igen, hosszú állomásáról, hiszen nem mindenkinek adatik meg az, mint a megadatott Karácsony Sándornak, hogy a 10 perces szünettel rögtön rájött, hogy őt az Isten a sors tanárnak szánta, hogy az a hivatása, hiszen ez nagyon hosszú út. És ennek a hosszú útnak nagyon sok tényezője van, nagyon sok ember és társ kell ahhoz, és ennek együttes akarata, hogy valóban elérhessük, én szerintem is az életünk érdelmét, a boldogságunkat, hogy másnak is tudjunk adni belőle. És én azt kívánom, hogy ezzel a mai napon elhangzottak alapján, vagy amit a mai napból tudnak hasznosítani, amit hasznosítani tudunk, adjunk tovább
másoknak is. A saját magunk lelki békéje, öröme és a boldog élete érdekében. Úgy látom, hogy ide is köztárt az ajánlók. Hát elnézést kérek, hogy majd 2021 januárjára szól, a rövid távú pedig pár perc múlva az egyébe. Karácsony Sándor lányainak küldjük ezt a két kis csomagot az itt lévő családtaggal. Üdvözöljük, jó egészséget kívánok, hogy sajnáljuk, hogy nem tudtak eljönni, de gondolatban velük voltak ugyanígy őt is, azokat is, akik nem tudtak eljönni, szeretettel köszönjük. Én annyit szeretnék elmondani, hogy most nem is követően, hogy szeretne hívunk és várjunk az egérdőnek. A egérdőnek követően 14 óra 40-től közgyűlést tartunk, a Tanácsok Mátor Bőrösi Társaság közgyűlést tart. Kérem, hogy maradjanak itt.